Ez a videó csak is oktatási céllal jött létre, nem minősül semmilyen befektetési tanácsnak. Kérlek, olvasd el a teljes kockázati figyelmeztetést, mielőtt megnézed ezt a videót. Üdvözlök mindenkit az ELTI piaci körkében, augusztus 1-e hétfő van, tehát egy új hónapot kezdünk, ami azt jelenti, hogy lezártak az előző havi gyertyák, a másik, hogy hónap eleje van, tehát a hónap első péntekén pedig NFP nap van, tehát izgalmas hétnek nézünk elébe, legalábbis majd hírek tekintetében, de ne szaladjunk ennyire előre. Ugye, ha megnézzük a múlt hetet, akkor kereskedés szempontjából nem volt túl sikeres, nem volt túl sok lehetőség, ilyenkor tényleg jobb távol maradni a piacoktól, és megvárni türelmesen a kialakulóban lévő lehetőségeket, és amíg minden feltétel nem adott, nincs értelme kereskedni. Sajnos a nyárnak köszönhetően ilyen piaci feltételek mellett kell kereskedni, vagy talán inkább nem kereskedni, meg kell várni türelmesen azt az időszakot, amíg újra visszajönnek az árfolyam mozgások, és sajnos a rossz hír az, hogy még ez a hónap rá fog menni nagy valószínűséggel a múltbéli tapasztalataim alapján, ez a hónap szokott lenni a leglassabb ilyen szempontból, tehát itt akár le is állhatnak az árfolyamok, hogy most az idén így lesz-e vagy sem, azt nem tudom megmondani, de a lényeg az, hogy arra kell készülnünk, hogy utána szeptembertől jobban beindulhatnak majd az árfolyamok, és addig viszont hagyni kell, hogy az árfolyamok kidombolják magukat, kioldalazzák magukat, és kialakítsák azokat a technikai alakzatokat, ami alapján majd a hosszabb távú folyamatokban is részt tudunk venni. Tehát ilyen időszakban még nagyobb jelentősége van a jó szűrésnek, és csak azokat a párokat keresünk, ahol esetleg trendirányú elmozdulások vannak, és az oldalazós időszakokat, azokat felejtsük el, mert azokban sokkal nehezebb lesz pénzt keresni, de nem is szaporítanám tovább a szót, szokás szerint átmegyünk a Forex Factory oldalára, átnézzük a híreket, és aztán folytatás következik a chartokon. És már itt is vagyunk a Forex Factory oldalán, és a megszokottól eltérően lényegesen több adatra lehet számítani már itt a hétfői napon is. Pár ezek között itt kiemelt hírekkel nem nagyon találkozunk, csak a délutáni órákban, mégpedig egy USA dollár hír lesz, és a délelőtti órák inkább az euró párokról fognak szólni. Meglátjuk, hogy ezek hoznak-e esetleg mozgást a piacra. Ugye általában a hétfői napon szeretem megvárni napos gyertya zárását, pontosan azért, mert a délutáni amerikai piacnyitás hosszabb esetleg kisebb rángatózás, és aztán meglátjuk, hogy ebből utána a napos gyertyák hogy fognak majd zárulni. Tovább haladva a keddi napra sem maradunk kiemelt hírek nélkül, már itt a hajnali órákban fontos adatok érkeznek Ausztráliából, úgyhogy ezekre majd érdemes lesz figyelni a nap folyamán. A délelőtt elég csendesnek tűnik, és aztán délután szokás szerint USA dollár hírekkel jelentkeznek, úgyhogy ezekre érdemes lesz figyelni, ezek között lesznek kiemelt hírek is, úgyhogy a keddi napon mindenképp érdemes lesz figyelni majd a napos gyertya zárása. Tovább görgetve a szerdai napra, itt is ugye már a hajnali órákban fontos NZD adatokkal lehet számolni, itt munkanélküliségi adatok lesznek, hogy ezek mindenképp hozhatnak hevesebb mozgásokat, és aztán a délelőtti órákban lesz egy fontos kiemelt hír a CHF párokon. Ez érdekes lehet majd, hogy milyen mozgásokat hoz majd nekünk a CHF párokra, most már egy jó ideje, ugye a CHF elég komolyan beerősödött az összes párral szemben, és aztán a délelőtti órák elég csendesen zajlanak, eurós hírekre lehet számítani, és szokás szerint a délutáni órákban megint lesz majd fontos kiemelt adat USA dollár páron, tehát úgy tűnik, hogy a dollár párokra is majd érdemes lesz figyelni a hét folyamán. Elmehetünk is tovább a következő napra, a csütörtöki napon viszont a meghatározó hír az angol fontos kamatdöntés lesz, erre majd mindenképp érdemes lesz figyelni, ilyenkor biztos, hogy meg szoktam várni a napos gyertyák zárását, mert a délutáni amerikai piacnyitással együtt komoly csapkodásba mehet át a történet, és szeretem megvárni, hogy megnyugodjon a piac, és nézzük meg, hogy a napos gyertyák majd hogy zárnak. És végül a hét utolsó napján jöjjön az NFP nap, ugye a legfontosabb adatok, erre fog várni majd lehet, hogy egész héten a piac, és nem fog történni semmi, függetlenül, hogy ennyi hír jön ki. Ugye itt a munkanélküliség adatok fognak kijönni, majd USA dolláron és kanadai dollár párokon, tehát ezekre majd érdemes lesz figyelni, mert ez hozza meg tulajdonképpen azt a bizonyos heves mozgásokat, és itt dől el majd, hogy a hetes gyertyák hogy fognak zárni, mert azok megint sokkal beszédesebbek lesznek. Tehát hírek tekintetében elég mozgalmas hétnek nézünk elébe, szinte minden nap lesz kiemelt hír, nem is egy, viszont ettől függetlenül lehet, hogy megint kivárásra játszik a piac, és lehet, hogy a pénteki adatokig tulajdonképpen sok minden nem fog történni, és lehet, hogy az egész megint csak egy csapkodásba fog átmenni. De meglátjuk, hogy a héten kialakuló lehetőségek és a jelenlegi piaci helyzet hogy alakul, úgyhogy átmegyünk a chartokra, és a folytatás következik a ZX Station felületén.
És már itt is vagyunk az X-Station felületén, viszont a mai napot egy kicsit rendhagyó módon fogom kezdeni, mégpedig azért, mert egyrészt hónapváltás van, és többen kérték, hogy nézzük át gyorsan a havi csártokat is, hogy ott mi a helyzet, úgyhogy most gyorsan csak igyekszem végigszaladni a legfontosabb árokon, és megnézzük, hogy esetleg itt a havi csárton van-e bármi kialakulóban lévő lehetőség, esetleg így előre jelezve nekünk a jövőt, hogy mire számíthatunk, milyen mozgásokra számíthatunk itt a következő időszakban. Itt a havi csárton is pontosan ugyanazokat a folyamatokat keresem, mint a kisebb idősíkokon, ugye vagy szintöréseket lefelé vagy felfelé, attól függ, hogy milyen irányról beszélünk, vagy pedig fordulós lezárt gyertyákat. Jelenleg itt vagyunk az USA dollár indexnek a havi csártyán. Láthatjuk, hogy a múlt hónap ment a legmagasabbra, viszont ugye még itt nincs lezárt fordulós gyertyánk, úgyhogy még itt bármi lehet, jöhetünk lefelé és mehetünk felfelé is. Ebben a sávban van az árfolyam, tehát akár több hét, több hónap inside bározás is jöhet, de majd meglátjuk. Egyelőre arra figyelek, hogy hol van esetleg olyan lehetőség, ahol már esetleg a szintek sérültek lefelé, vagy pedig kialakult több hetes, több hónapos oldalazás után valamilyen fajta fordulós gyertya, és ez alapján meglátjuk, hogy mely párokra lesz jobban érdemes figyelni majd. Nem szeretnék túl sokat itt időzni, itt is tulajdonképpen csak gyorsan végiglapozom, és megnézem, hogy hol van olyan szituáció, amire esetleg érdemes figyelni. Itt például, ahol inside báron belül vagyunk, ott nincs sok teendő, már lapozok is tovább egyelőre, GBP, USD. Itt viszont érdekes a történet, mert leérkeztünk nagyon fontos szintekre, és itt már kialakult az a kis bizonyos kanócos gyertyánk. Meglátjuk, hogy az e-havi gyertya esetleg át tudja törni az előző havi szintünket, vagy pedig itt is inside bározás fog következni, de szinttörésről még egyelőre itt sem beszélhetünk. Ha megnézzük az Euro-USD-t, itt viszont nagyon fontos szintek alá be is jött az árfolyam, és elég nagyra sikerült ez a kanócos gyertya, ami azt jelentheti, hogy itt is akár több hét, több hónap megpihenés jöhet, mire esetleg odáig jutunk, hogy ez a szint sérülhet felfelé. Tehát egyelőre az látszik, hogy most tulajdonképpen leérkeztek az árfolyamok olyan mélypontokra, ahol esetleg jöhet egy megpihenős időszak. Tehát egyelőre jó lehetőségekről itt sem beszélhetünk, így már megyek is tovább, NZD, USD, na ez már egy kicsit érdekesebb történet, itt egy kicsit jobban összehúzom a chartot, itt is ugye nagyon fontos szintekre érkezett le az árfolyam, és nézzük meg, hogy itt a gyertya viszont már inkább egy longos, kanócos gyertya, zöld irányú gyertya lett, és itt is nagyon szépen kirajzolódik tulajdonképpen az a folyamat, amiről mindig beszélek, hogy lejövetem, első láb, második láb, és most akár itt, hogyha át tudná törni ezt a havi szintünket, akkor mehetnénk újra felfelé. Viszont itt is arra figyelni kell, hogy ennek a szakasznak, ennek a lejövetelnek, hogy ez volt a legmélyebb gyertyája, és ennek a szintje alá jöttünk be tulajdonképpen. Tehát lehet, hogy simán, hogyha át is szúrja, itt még esetleg lefordulhat, viszont a lényeg az az, hogy itt az utolsó visszatesztről beszélünk, és én mindig a jelennel foglalkozom, tehát a jelenlegi lejövetel legmélyebb pontján mire számíthatunk, mi várható, és meglátjuk, hogy itt majd lesz egy szintörés esetleg, vagy nem, de ezt nyilván majd a kisebb idősíkon tudjuk jobban megvizsgálni. Itt csak az a cél, hogy lássuk a folyamatokat, hogy hol tartanak az árfolyamok, milyen fontos szintekre érkeztek le, és milyen gyertyaformációk alakultak ki, és ezek azért már beszédesebbek. Tehát erre pára mindenképp érdemes lesz figyelni, hogy esetleg rövid távon jöhet-e felpattanás, de megyünk tovább, és akkor utolsó dollárpárként jön az ausztrál dollár, USA dollár. Itt viszont annyi a különbség, hogy nem jöttünk be ennek a nagy gyertyának a mélypontja alá, hanem tulajdonképpen csak visszateszteltük, és nézzük meg, mennyire működnek ezek a szintek. Itt is jól látható a folyamat, lejövetel, első láb, második láb, és most itt is egy zöld gyertyában zárt tulajdonképpen a havi gyertyánk. Meglátjuk, hogy itt esetleg ez csak egy visszateszt volt, és jövünk újra lefelé. Itt is az inside báron belül szórakozunk még egy ideig, vagy pedig esetleg itt rövidön belül sérülhet akár a felfelé az árfolyam, meglátjuk. De egyelőre az látszik, hogy nagyon szépen visszajöttek fontos szintek környékére a dollárpárok, és ezek közül az NZD és az AUD tűnik még mindig dominánsabbnak a GBP-hez és az euróhoz képest. Tehát itt a dollárpároknál az NZD-re és az AUD-ra figyelnék első körben, de megyünk tovább a japán párokra, USA dollár, japán. Ugye itt nagyon szépen kialakította a múlt havi gyertyába ezt a shortos gyertyát, tehát itt rövid távon, ha esetleg ez a szint sérülne, akkor rövid távon mindenképp lefelé gondolkoznék. Itt, hogy kicsit összehúzom a chartot, úgy itt az látszik, hogy azt kell megnézni mindig, hogy az adott havi gyertya hol alakul ki. Hogyha mondjuk itt alakult volna ki ennek a szintnek a környékén, az azt jelenti, hogy elért egy fontos szintet, és biztos, hogy egy nagyobb lendülettel akár hosszabb távú folyamatok is jöhetnek, viszont itt, mivel áttörtünk előző időszak szintjeit, ezért mindenképp idézőjelben csak rövid távban lehet gondolkozni, és lehet, hogy egy visszateszt után megyünk tovább újra felfelé, és ami ki nem alakul egy dupla csúcs, és ezt be nem tudunk húzni ide egy trendvonalat, és az nem sérül lefelé, addig hosszú távú folyamatokról nem fogunk beszélni, tehát ilyenkor az látszik, hogy a trendirány mozgásokból csak jöhetnek egy visszatesztek, visszatesztelünk előző időszakokat,
amiket áttörtünk, és utána újra mehetünk tovább, és ezt kell megérteni, hogy lássuk a folyamatokat, hogy melyik devizapáron, milyen időszakokban tartanak az árfolyamok, esetleg szint felett vagy szint alatt vagyunk, és annak megfelelően el tudjuk dönteni, hogy rövidebb vagy hosszabb távú folyamatokra számíthatunk-e. De megyünk is tovább a következő párra, GBP Japán Yen. Itt viszont az látható, hogy nagyon szépen oldalazik már több hónapja az árfolyam, és ezért szoktam összehúzni kicsit a chartot és a nagy képet is néha megnézni, mert egy pillanatra erre ráhúzunk egy Fibonacci erre az egész folyamatra, akkor mit láthatunk? Azt láthatjuk, hogy nagyon szépen megcsinálta a 61-es fibónkat, tehát itt is ugyanazok a folyamatok történnek, ugyanazok a dupla aljak és elindulási folyamatok, és ezek a hosszú menetek itt vannak a szinttörés után, a trendvonaltörés utáni időszakban. Tehát a folyamat teljesen ugyanaz minden idősíkon, és itt nagyon szépen látszanak a folyamatok. Viszont ezért érdemes a nagy képet is néha megvizsgálni, mert ha látjuk azt, hogy fontos fibó szinthez érkezett, innen akár jöhet komolyabb lejtmenet is, és itt azért még nyilván van egy fibó szint, amit át kellene törnünk, de hogyha ezt áttörné, akkor akár egy nagyobb lejtmenetre is számíthatunk. Ami azt jelenti, hogy előző időszaknak az a szinttörését tudjuk tulajdonképpen visszatesztelni, és itt is tulajdonképpen lehet, hogyha még lejövünk, akkor utána újra elindulhatunk felfelé, de most egyelőre meg kell várni, hogy itt a szintek környékén mi fog történni, és én mindig arról beszélek, hogy a havi szinttörés hozhat hevesebb mozgásokat és hosszabb távú folyamatokat, amíg ezek nem történnek meg, addig tulajdonképpen csak insert bározunk itt a havi csártokon is. Jó, mehetünk tovább, euró japánján, tehát egyelőre itt a GBP japánján sem teendő, viszont ha megnézzük az euró japánját, itt viszont már sérülni látszik a nagy gyertyában az előző hónap szintje, ami azt jelenti, hogy heves mozgással jöhet lefelé az árfolyam, viszont arra figyelnünk kell, hogy itt is ugye előző időszakban vagyunk, tehát itt most két dolog történhet, vagy visszajövünk valameddig, és aztán utána újra elindulunk felfelé, vagy pedig, ha esetleg ebben a sávban ez csak egy fals kitörés volt, és aztán nagyon mélyen újra visszajövünk, bármi megtörténhet, tehát itt egyelőre az látszik, hogy a japán párok közül ez az első, ami sérült lefelé a havi szintnél, de itt is vannak azért elakadási pontok, tehát rövid távon kell gondolkozni, és majd a kisebb idősíkon itt is ugye meg kell várni ezeket a visszahúzódásokat, és az abból való lejöveteleket, az, hogy meddig fog lejönni eddig, vagy esetleg itt a belső nyakvonalig, vagy akár tovább is, az majd kiderül. Itt is akár rá lehet húzni egy Fibonacci-t, mondjuk ebben az irányban, ahonnan elindult a folyamat, és nézzük meg, hogy hol vannak azok a fontosabb fibó szintek, ahol elakadhat az árfolyam. Tehát a következő célára az ez lehet, ami egy elég nagy távolságnak tűnik. Tehát, hogyha itt lenne egy visszahúzódás, és itt jó áron be tudnánk szállni a szint környékén, akkor a következő fibó szintig lehetne kereskedni. Ezért szeretem néha hogy a hó végén átnézni ezeket a havi csártokat is, mert itt látjuk a folyamatokat, és már egyből látszik, hogy melyik tart előrébb, melyik tart hátrébb, melyikben van oldalazás, és melyik az, amelyik esetleg már el is indult, mint folyamat, mert akkor nyilván arra a párokra koncentrálok első körben, ahol elindult folyamatok vannak, és ez például egy ilyen folyamat, még ha esetleg rövid távon is beszélünk csak első körben. Ezt a párt esetleg érdemes megjelölni, mint rövid távú elindult folyamatunkat, de megyünk tovább, NZD Japánján a következő. Itt is nagyon szépen látszik, hogy több hónapja oldalazik már az árfolyam. Miért is oldalazik pont itt? Hogyha ráhúzunk egy Fibonacci-t erre az egész lejövetelre, akkor pontosan látjuk, hogy pontosan ezért, mert a 76-os Fibóra érkezett fel az árfolyam, és itt vagyunk egy előző időszakban, tehát itt is könnyedén előfordulhat, hogy előbb-utóbb benézünk a szintek alá, de ezt is majd a kisebb időségon tudjuk megvizsgálni, hogy esetleg mi az esély itt a következő napokban erre, vagy pedig esetleg megyünk egy újabb menetet felfelé, mielőtt újra lefordul az árfolyam, de egyelőre még itt is csak oldalazás látszik. Mivel itt elindult folyamatokról még nem beszélhetünk, már megyek is tovább, ausztrál dollár japán az utolsó japán párunk, itt is ugye most már a harmadik hónapja oldalazik, és inside báron belül vagyunk, tehát sok tendő megint nincsen, itt is a kicsit összehúzom a csártot, akkor jól látszik a folyamat, hogy ABCD alakzatban nagyon szépen lejött az árfolyam, majd szépen heves mozgással fel is ment, és itt is egy fontos fibó szint környékén akadt el az árfolyam. Sok tendő egyelőre itt sincs, úgyhogy megyünk tovább a CHF párokra, USA dollár CHF, itt érdekes a történet, mert itt is ugye már több hónapja szórakozott az árfolyam, és most tulajdonképpen a múlt havi gyertyában, bár felfelé elindult az árfolyam, aztán a hó végére nézzük meg, hogy mekkora kanócos, sortos gyertya lett belőle. Ezért érdemes a nagyobb idősíkokra koncentrálni, mert itt azért egyből mutatja, hogy mi lehet a rövid távú irány, és itt első körben most lefelé várnám továbbra is az árfolyamot. Ez egy nem egy túl szép csárt, úgyhogy ezeket ilyenkor nem nagyon szoktam bántani, már megyek is tovább, GBP, CHF. Itt viszont ugye nagyon fontos szintekre érkeztünk le, itt is ugye kialakította a múlt havi gyertya ment a legmélyebbre, bár itt vannak még kanócos gyertyák, ahol esetleg lejött az árfolyam, viszont itt van ez a nagy szint, amit hogyha behúzok, akkor valószínűleg
ide, ennek a szintnek a környékére még azért levárnám, tehát ez azt jelenti, hogy itt az a sortos folyamat még nem teljesen fejeződött be, és ilyenkor türelmesen meg kell várni. Egyrészt ugye inside báron belül vagyunk, és elég mélyen lent vagyunk, elég messze van a havi szint is, tehát egyelőre itt sincs teendő. Ha megnézzük az EUR CHF-et, itt a múlt havi gyertya egy nagyon nagy sortos gyertyában végződött, tehát itt várni még egy leszúrást, ami azt jelenti, hogyha ennél mélyebbre megy, tehát az előző hónap mélypontjánál lejjebb megy az árfolyam, akkor az azt jelenti, hogy lekerül majd ez a vonal ide, tehát egy újabb hónapot kell várni, mire kialakul, hogy lezárjon ez a gyertya, tehát itt már sok kereskedési teendő akkor biztos, hogy nem lesz. Ha megnézzük az NZD CHF-et, itt viszont már sokkal érdekesebbek a történetek, nézzük meg, hogy milyen folyamatok alakultak itt ki. Itt is megvolt a lejövetelünk, megvolt az első láb, gyönyörűen elment az 50-es Fibó szintig, visszatesztelt, és most itt ebben a kanócos gyertyában jól látható, hogy ilyen kis zöld, kis fordulós gyertyának tűnik, meglátjuk, hogy ez a szint tartja magát. Nyilván itt is ugye egyrészt van ez a szintünk, tehát van az utolsó, legmélyebb havi gyertyának a szintje, és itt tulajdonképpen itt torpant meg az árfolyam. Ha ezt át tudná vinni felfelé, akkor itt aztán egy nagyon szép sávban lehetne haladni felfelé. Úgyhogy ez egy érdekes történet lehet, erre mindenki figyelni kell, viszont a hosszú távú folyamatok csak akkor fognak elindulni, amikor már ebből a hold zónából, ebből a nagy hold zónából ki tud törni az árfolyam, ami szerintem még odébb lesz, tehát erre mindenképp várni kell, de rövid távon itt a felpattanásokat azért majd lehet kereskedni. Ahogy a dollárpároknál is, az NZD és az AUD pár volt a legjobb setup szerintem, itt is úgy néz ki, hogy a CHF pároknál is egyrészt az NZD, de mindjárt megyünk az AUD CHF-re, és ott is nézzük meg, hasonlóan megvan az a szituáció. Itt viszont még le se jöttünk tulajdonképpen már ennek a legmélyebb időszaknak a szintjére, és itt is kialakult egy gyönyörű kis fordulós gyertya, itt is megvan a kis bizonyos alakzatunk, első láb, második láb, és arról beszéltem a hetes csártokon, hogy amíg ez a szint nem sérül, addig jó eséllyel meg lehet ez a felfelé menet is, és most ugye egyelőre úgy tűnik, hogy felfelé próbálkozik az árfolyam, amire figyelni kell, hogy egyrészt van egy lejövetelem, tehát ennek a visszatesznek ez ott az utolsó legmélyebb havi gyertya, és nézzük meg, egy hány hónap telt el, és tulajdonképpen nem történt semmi, nem voltak nagy elindulások, és most már 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. hónapja tulajdonképpen, hogy talán esélye lesz arra, hogy elindul a folyamat. És ezek a folyamatok ilyen lassan alakulnak ki. Ezért mondom mindig azt, hogy amikor bejön a szeptemberi időszak, akkor tulajdonképpen előkészületek vannak ezekre a nagy elmozdulásokra, és ezért szokott jó időszak lenni mindig az utolsó időszak, az utolsó pár hónap, akkor alakulnak ki olyan setupok, amik aztán újabb nagy meneteket hozhatnak. Tehát röviden összefoglalva az eddig látottakat, úgy tűnik, hogy az NZD és az AUD párokon alakultak ki olyan technikai képek, amikre érdemes lesz figyelni a következő időszakban, elsősorban a dollár párokon és itt a CHF párokon, és ugye a japán pároknál pedig az euró japán, ami esetleg sérülhet lefelé, erre kell figyelni, és akkor mindjárt átmegyünk gyorsan a vegyes csártokra, ott is gyorsan végigszaladunk, és aztán folytatom a szokásos heti piacelemzős videómat. És már itt is vagyunk az arany havi csártyán, ugye már egy jó ideje arról beszélek, hogy sortos irány volt kialakulóban, lejöttünk az előző évnek a szintjére, és tulajdonképpen itt most várnék egyfajta kis visszahúzódás, felpattanást, és abból esetleg egy újabb lejövetel. Itt volt az utolsó legmagasabb havi szintünk, ez sérült lefelé, itt már azért nagyon szépen kirajzolódott ez a W alakzat, és tulajdonképpen ide majd be lehet húzni egy trendvonalat, tehát egyrészt sérült ugye a trendvonalunk, a hosszú távú trendvonalunk, és utána ezekből való visszatesztek után lesznek esetleg újabb lehetőségek lefelé menet, hogyha esetleg nem tudja átvinni ezeket a szinteket, de mindenképp meg kell várni ezeket a bizonyos visszahúzódásokat, itt lesznek jó stop helyszínek, és utána ebből való lefordulás, tehát ez megint időbe fog telni, mire ebből úgymond hosszabb távú folyamat lesz, ami nem jelenti azt, hogy itt esetleg rövid távon egy ABCD alakzatban nem jöttünk felfelé, és az nem lehet egy jó kereskedés. Jó, mehetünk tovább az indexekre, DAX-szal kezdünk, itt is ugye a múlt havi gyertya nagyon szépen zöldbe átfordult, viszont itt még tulajdonképpen lehet, hogy csak egy visszateszt időszak volt, ezeknek az szinteknek a visszatesztje, és lehet, hogy innen még lefordulunk és jövünk egy újabb körre lefelé. Egyelőre türelmesen meg kell várni, hogy ezek a havi szintek esetleg sérülnek-e, és a havi szint fölött tud-e maradni az árfolyam, mert akkor mehetnénk csak hosszabb távon felfelé. Én azért mindenképp várnék egyfajta visszatesztet majd itt a következő időszakban, és lehet, hogy itt akár több hónap oldalazás is jön, mielőtt esetleg át tudjuk törni ezeket a szinteket. Jó, megyünk tovább. A következő a Nasdaq. Itt is szintén zenész, hasonló a történet, de jól láthatóan itt azért még van hely lefelé a következő szintünkig, és itt úgy látom, hogy még egyelőre csak az történt, hogy visszateszteltünk egy előző időszakot, amit áttörtünk, és lehet, hogy jövünk egy újabb menetre majd lefelé, de meg kell várni itt is, hogy hogy alakulna itt a szintek környékén, és hogyha a havi szint nem sérül, akkor egyrészt ugye jöhetünk inside bározásra, ami elég nagy távolság lehet itt a két szint között,
és amíg ezek a szintek nem sérülnek, addig tulajdonképpen sok teendő itt sincs, addig oldalazásról beszélünk. Ha megnézzük az S&P 500-at, szerintem szintén zenész, itt is hasonló helyzet, áttörtünk egy előző időszakot, visszateszteltük, és jó eséllyel akár jöhetünk itt is egy nagyobb menetre még lefelé, de nyilván amíg ezek a szintek nem sérülnek, ez az inside bar, addig tulajdonképpen csak egy oldalazásról beszélünk, ami azt jelenti, hogy elég nagy sávról beszélünk, tehát akár itt ezekben lehetnek jó kereskedések, viszont meg kell várni a technikai képet, hogy kialakuljon, hogy a kisebb idősíkon ezeket tudjuk kereskedni. Ennyit az indexekről, megyünk tovább a GBP EUR, GBP NZD, EURO EUR, EURO NZD, ha gyorsan megnézzük, hogy ott mi a helyzet, hát itt is most már nézzük meg, hány hónapja oldalazik az árfolyam, a hetes csárton pontosan ugyanezt láttuk mindig, hogy most már 4 hónapja oldalazik az árfolyam, nem megy sem erre, tehát egyelőre türelmesen meg kell várni, hogy milyen irányú kitörés lesz ezekből a sávokból, addig viszont itt sok teendő nincs, így ilyenkor már megyek is tovább, GBP, NZD, itt is ugye nézzük meg, itt volt az utolsó havi gyertyánk, és 1-2-3-4 hónapja itt sem tudott elindulni se felfelé, se lefelé, tehát egyelőre itt is türelmesen várni kell. Ezekben az oldalazásokban lehet a legtöbb pénzt elveszíteni, ezért nem szabad erőltetni a kereskedés, és ha megnézzük, hogy milyen csúnya a csártya, nincsenek igazán hosszú távú trendirányok, elég csúnya csártról beszélünk, és ezeket inkább kerülni kell. Ha megnézzük az EUR/AUD-ot, ott már kicsit más a helyzet, itt volt ugye az utolsó legmélyebb havi gyertyánk, itt volt 2 hónap, amikor szint fölé zárt, visszateszteltünk egy előző időszakot, és már le is fordult az árfolyam, és egyelőre, amíg ez az aj nem sérül, addig megint csak arról beszéltünk, hogy inside baron belül vagyunk, itt is, hogyha ráhozunk egy Fibonacci-t egy pillanatra, az egész folyamatra, akkor láthatjuk, hogy a 88,6-os szintnél vagyunk, tehát elképzelhető, hogy lejövünk még egy körre, ezt a havi gyertyát esetleg átütjük, és ez lesz az új havi gyertyánk, és majd utána fog elindulni felfelé az árfolyam, viszont ezt türelmesen meg kell várni. Most már azért elég sok páron túl vagyunk, és ezért jól látható, hogy a legtöbb miről szól, vagy lejöttünk egy fontos szintre, vagy pedig több hónapja oldalazik az árfolyam, tehát túl sok jó lehetőségről eddig nem tudtam beszámolni, de megyünk tovább, Euro NZD, itt is szintén zenész, ugye fölé zárta a havi szintnek, és aztán most be is jöttünk a havi szint alá. A kérdés csak az, hogy itt is, hogy mi lesz a következő irány, megyünk tovább lefelé, ha ide is behúzunk azért egy Fibonacci, csak az érdekesség képpen, hogy itt mi történt, jól látható, hogy a 76-ról pattant fel az árfolyam, és akár még ide vissza is térhet, és majd csak lehet, hogy utána fog elindulni felfelé, tehát egyelőre itt is türelmesen meg kell várni, hogy esetleg tudunk-e újra a szint fölé zárni, ha nem, akkor pedig itt, hogyha visszateszteltük ezt a szintet, akkor jöhetünk egy újabb körre lefelé, de még akkor is ugye egyelőre inside baron belül vagyunk, tehát ezek a lehetőségek várnak ránk itt a következő időszakban. És akkor végezetül jöjjenek a katpárok, gyorsan azokat is végig szaladjuk, és aztán folytatom tovább a szokásos piaci körképemet. USA dollár, kanadai dollár. Hát itt egy érdekes dolog van, mert tulajdonképpen itt is egy nagyon fontos, ugye ellenállás ütközött az árfolyam, nem tudta ezt a szintet átvinni. Ugye itt volt a utolsó legmagasabb havi gyertyám, itt volt az elindult folyamatunk, és bár itt szórakozott nagyon sokáig az árfolyam, egy hónapot lejött, utána megint felment, aztán megint lejött, megint felment, de nem tudta ugye ezt az előző időszak, ezt az éves szintet átvinni, és most a múlt havi gyertya az egy nagy sortos gyertya lett. A kérdés csak az, hogy ennek a szintje sérül-e lefelé, vagy pedig ez csak egy visszateszt volt, és utána újra mehetünk felfelé, mert igazából a folyamat az már elindult valamilyen szinten, ugye a havi szinttől a havi szintig kereskedek első körben, és megnézzük, hogy esetleg itt a következő időszakban ezt a szint sérül le, ha sérül lefelé, akkor lehetünk még egy körrel lefelé, de akár visszatesztelhetjük ezt a szakaszt, vagy pedig ha szint fölött tud maradni, akkor mehetünk újra felfelé, és az elsőleges cél tulajdonképpen ez a havi szint lesz. Jó, következő GBP CAD, itt ugye egy nagy esésen vagyunk túl, jól látható, hogy a múlt havi gyertya tulajdonképpen ez lett a legmélyebb gyertyánk, és most meg kell várnunk, hogy itt inside bározás lesz még egy darabig, vagy pedig esetleg áttörve ezeket a szinteket, elindulhatunk felfelé. Kicsit összehúzom a csártot, itt azért jól látható, hogy itt még vannak azért szintek lefelé, tehát itt még bármikor lejöhetünk akár egész idáig is, vagy még lejjebb is, meglátjuk, esetleg egy visszateszt után, ha visszateszteljük ezeket a szinteket, akkor jöhetünk még egy menetre lefelé, és megcsinálhatjuk hosszú távon ezeket a folyamatokat is, ami azt jelenteni, hogy előbb szintet kéne törni, visszatesztelni ezt az előző időszakot, és utána fordulhat újra az árfolyam. Amire érdemes figyelni, hogy önmagában az, hogy most a havi szint sérült felfelé vagy lefelé, annak sok jelentősége addig nincs, amíg nem látjuk, hogy hol lesz a legmélyebb pontja, mert itt is ugyanúgy megcsinálhatja, hogy ez csak egy visszateszt volt, és tulajdonképpen utána jövünk újra lefelé, és majd amikor elérkezünk tényleg fontos szintekre, akkor már nem fog sérülni ennek a mélypontja, de egyelőre meg kell várni, hogy itt mi történik majd.
Ha megnézzük az EUR kadot, ott is ugye egy nagy lejövetelen vagyunk túl, egy nagy gyertyában a múlt hónap lezárt, itt is ugye elég távol vagyunk az előző hónap szintjétől, sok teendő itt sincs. Ha megnézzük az NZD kadot, ez már kicsit érdekesebb, mert itt ugye egy kanócos szintre érkeztünk, egy előző időszak éves szintjére, itt is ugye mit láthatunk, már zöld gyertyákat láthatunk, és egy nagy kanócos gyertyát, amiről beszéltem az előbb a CHF és a dollár párok esetében is, úgy tűnik, hogy itt a kat párok esetében is az NZD, és mindjárt megnézzük a kat párt, az out kadot, itt is nézzük meg gyönyörűen, itt is megvannak azok is a zöld fordulós gyertyáink, ami esetleg elindulhat újra felfelé, és itt is megvan az a bizonyos alakzat, amiről mindig beszéltem. Még a GBP-nél és az eurónál jóformán csak egy lejövetel volt, itt viszont már annyira előrehaladott az állapot, hogy itt már megvannak az alakzataink is, a nagyobb idősíkos alakzataink, ami azt jelentheti, hogy esetleg itt előbb jöhetnek majd elindulások. Itt is ugye itt volt az utolsó legmélyebb kanócos gyertya, és nézzük meg, bár bejöttünk a szint alá, ha a szint fölé tudnánk zárni, ugye akkor ide be lehet húzni egy trendvonalat, és itt a hold zónába való kitörés után lehet majd kereskedni a következő havi szintig. Tehát ezeket a szinteket ugyanúgy lehet használni, mint a kisebb idősíkokon, csak itt jóval tovább tart, mire kialakulnak maguk ezek a folyamatok. A jelenlegi technikai képek alapján megint úgy tűnik, hogy az NZD és az AUD az, ahol esetleg olyan setupok alakulhatnak ki, amire érdemes lesz figyelni, tehát ez a két devizapár lesz talán a következő időszakban is a dominánsabb, és akkor végezetül gyorsan ránézzünk az EUR GBP-re, hogy lássuk ott is a folyamatot, hogy itt is egy oldalazós időszakban vagyunk, előző évek szintjére érkezett az árfolyam, volt itt egy nagyon szép kanócos gyertyánk, és azóta 1, 2, 3, 4, 5. hónapja tulajdonképpen nagyon nem történt semmi, nézzük meg, hiába zártunk fölé, és lehet, hogy simán jöjjünk tovább lefelé, és kitörünk ezekből az oldalazásokból, vagy pedig megcsináljuk ezt a dupla aj alakzatot, és aztán utána mehetünk újra felfelé, de ezeket most türelmesen meg kell várni, tehát itt ahhoz kellene egy fordulós zöld havi gyertya, hogy utána elmondhassuk, hogy na, itt most már mehetünk újra felfelé. És hát eddig a havi csártokon nem túl sok jó lehetőséget láttam, amit láttam azokat inkább NZD és AUD párokon. Nézzük meg, itt vannak azok a bizonyos kis gyertyaformációk, akár az AUD kadon, itt is itt vannak, meg megvannak hozzá az alakzatok is, tehát ezekre számítanék itt a jövőben, hogy jó lehetőségek lehetnek esetleg belőlük. Hát ennyit a havi csártokról, gondoltam csinálok egy ilyen verziót is, csak azért, hogy lássuk, hogy esetleg van-e igény rá a jövőben is, hogy ezeket a havi csártokat így a hó végén végignézzük. Ezzel nyilván hosszabb lesz egy kicsit a heti piac elemzős videó, de néha érdemes tényleg ezeket a magas idősíkokat átnézni, azért, hogy lássuk a folyamatokat, és utána tudjuk majd a kisebb idősíkon, hogy melyek azok a devizapárok, amikre érdemesebb koncentrálni. És akkor jön a szokásos heti piaci körképünk a hetes csártról indulva, mindjárt átmegyek a hetes csártokra, és utána végignézzük a teljes folyamatot a hetes csárton, majd a napos csártokon, itt tudjuk finomítani a belépési lehetőségeinket, itt tudjuk kiszűrni a legjobban, hogy mely párokra érdemes figyelni, és utána azon belül a kisebb idősíkra menve tulajdonképpen finomítjuk ezt az egész folyamatot, úgyhogy folytatás következik a hetes csártokon. És már itt is vagyunk az USA Dollar Index 7-es csártyán. Itt a 7-es csártokon nem fogok túl sokat időzni, hanem csak gyorsan véglapozom, és megnézem, hogy hol vannak elindult folyamatok, mert csak azokra érdemes koncentrálni. Ott, ahol még inside baron belül vagyunk, ott sok teendő úgysem lesz, úgyhogy arra érdemes figyelni, hogy hol van olyan devizapár, ahol esetleg föntről lefelé sérült, vagy pedig lentről felfelé sérült, és esetleg a 7-es szintek felett tudott maradni az árfolyam, mert azokban a párokban számíthatunk esetleg kereskedési lehetőségekre, úgyhogy vágjunk is bele. Itt az USA dollár index 7-es csártyán jól látható, hogy vannak elindult folyamataink, viszont ezek még csak rövid távú folyamatok. Egyrészt van itt egy trendvonalunk, egy altrendvonalunk, ami nagyon fontos, hogy ugye azt kell megnézni mindig, az előbb is erről beszéltem, havi csártom, hogy hol alakulnak ki ezek a hetes szintek, hetes szint sérülések, és jól látható, hogy itt egy előző időszaknak a visszatesztje történik még csak. Hogyha itt lett volna egy előző időszak, egy előző hónap szintje, akkor az azt jelenteni, hogy itt egy dupla csúcs alakult volna ki, és akár itt hosszabb távú folyamatok is jöhetnek, viszont itt egyelőre még csak egy visszatesztről beszélünk, tehát van egy trend irányunk, és amíg tulajdonképpen be nem jövünk ebbe a sávba, és ez az aj nem sérül, addig tulajdonképpen nem lesznek hosszabb távú lejtmenetek, tehát mindenképp arra kell számítani, hogy itt a szintek környékén valahol esetleg megtorpan az árfolyam, kialakít egy fordulós alakzatot, és lehet, hogy megyünk tovább. Tehát előbb mindenképp ki kell alakítani minimum egy ilyen dupla csúcsot, ahhoz, hogy utána azt mondjuk, hogy na, itt már nem tudott tovább menni az árfolyam, lefordul, és akkor jöhetnek a hosszabb távú folyamatok. Tehát erre érdemes figyelni, hogy ezek a szintek hol alakulnak ki, ezek előző időszak szintörései utáni visszatesztek, vagy pedig már egy előző időszakot elértek, és tulajdonképpen nem tudott tovább menni az árfolyam, nem mindegy a két szituáció.
Tehát itt most egyelőre rövid távon mindenképp dollár gyengülésre lehet számítani, és majd a kisebb idősíkon a napos csártokon tudjuk ezeket a folyamatokat jól követni, hogy hol jönnek meg azok a fordulós alakzatok, esetleg napos gyertyák, ahol kialakította a mélypontokat, és utána újra mehetünk felfelé. De hát megyünk tovább, tehát itt a GBP USD a következő, itt is nagyon szépen ugye a múlt heti hetes gyertyában a hetes szint fölé zártunk, de ezt ne felejtsük el, hogy itt még egy előző időszak visszatesztje zajlik csak. Utána esetleg, hogyha most még egy darabig megy is felfelé az árfolyam, itt is meg kell várni a lejöveteleket, és hogyha a hetes szint felett tud maradni, akkor át tudjuk tenni majd ezt a trendvonalunkat akár ide, és utána ebből a szintből való kitörésre esetleg újabb hosszabb távú folyamatokban tudunk részt venni, ha csak nem sérül lefelé újra ez a hetes szintünk. De a lényeg az az, hogy azt kell nézni, hogy hol vannak a szintek fölött az árfolyam, és például az a dollárnál fölötte vannak. Ha megnézzük az eurós a dollár, itt is felette van az árfolyam, és a múlt heti kis kanoncos gyertyában jelezte, hogy újra felfelé próbálkozik az árfolyam. Itt talán még nagyobb lehetőség van abból a szempontból, hogy még nem csinálta meg ezt az előző szintünket, tehát ebben még lehet egy folyamat, hogyha esetleg a kisebb idősíkon megerősítésként továbbra is felfelé tart majd az árfolyam, és itt még ugye nem sérült a trendvonalunk sem, ez az altrendvonal, tehát ezekben a párokban lesz érdemes esetleg a dollár párok közül kereskedni, ahol még nem értük el azt a célárat, ahol esetleg lefordulhat az árfolyam. Ebben még látok egy kis rövid távú felpattanási lehetőséget, majd meg kell nézni a kisebb idősíkon, de megyünk tovább. NZD USD a következő, itt is ugye most már egy jó ideje, hetes szintek felett vagyunk, és egyelőre meg kell várni, hogy hol lesz esetleg elakadási pontunk, lesz-e visszatesz, lesz-e piros gyertya, hetes gyertya, és hogyha a szintek felett tudunk maradni, akkor itt is jöhet egy újabb menet felfelé, tehát ezeket a folyamatokat türelmesen meg kell várni, majd a kisebb időségben megnézzük, hogy hol vannak olyan szintek, ahol esetleg elakadhat a zárfolyam, de a lényeg, hogy egyelőre a dollár párokon fölötte van a szinteknek az árfolyam, és hogyha megnézzük az ausztrál dollár, USA dollár, ott is ugyanez a szituáció látható, viszont itt is ugye arra kell figyelni, hogy itt viszont előző évnek a szintjei vannak, és most az a kérdés, hogy esetleg itt elakad-e az árfolyam valahol, és jövünk egy körre lefelé, mert ez még tulajdonképpen csak az előző évnek a mélypontját teszteljük vissza, és utána simán lefordulhat az árfolyam, és ezekből a második lábakból, ebből a visszatesztekből, ha a szint fölött tud maradni az árfolyam, abból lesznek majd a jó kereskedések, ha csak nem jövünk tovább lefelé, és ugye további dollár erősödéssel akár jöhetünk lejjebb is, hogy kicsit összehúzom a csártot, itt azért ilyenkor érdemes ráhúzni itt is egy Fibonacci-t, és megnézni, hogy hol tart az árfolyam, milyen fontos szinte környékén. Hát igen, gyönyörűen látszik, hogy az 50-es Fibóról fordult, és utána visszateszteli a 38-at, és a 38 után simán jöhetünk még egy körre lefelé, és aztán a következő a 61. Tehát a 61-76-os Fibó szintig bármikor lejött az árfolyam, tehát arra kell gondolni, hogy ez még tulajdonképpen egy esőtrendnek a visszatesztje csak, és ebből még jöhet újabb lejtmenet, és ugye mindig a trendirányú kereskedés a nagyobb, tehát ebben lesznek a nagyobb menetek, bár itt rövid felhúzódások lehetnek, de nézzük meg, hogy amikor visszahúzódik, utána mindig a nagyobb, itt is visszahúzódott, és sokkal nagyobb short irányú menet volt, tehát ezekre kell majd készülni, és ezért fontos, hogy tisztában legyünk a hosszú távú trendirányokkal, hogy ne érjen meglepetésként, ha esetleg lefordul az árfolyam újra. Amire ezeknél a pároknak majd érdemes lesz figyelni a napos csártokon, hogy esetleg amiről múlt héten a pénteki videómban is beszéltem, hogy ezeket a short irányokat nagyon szépen majd meg tudjuk kereskedni, akár napos csárton is, nem is kell lemenni még kisebb idősíkokra se, vagy maximum a H4-re, csak azért, hogy lássuk a folyamatokat és az alakzatokat, és be tudjuk jobban azonosítani magát a lejtmenetet, de megyünk tovább, jöjjenek a japán párok. Jó, USA dollár japán az első japán párunk, itt is nagyon szépen látszik a folyamat, hogy megtört az altrendvonalunk, tehát ez még igazából csak egy rövid távú lejövetel, itt van egy előző csúcs, amit visszatesztelhet, és ezekből a visszatesztekből esetleg, ha visszahúzódna az árfolyam ide a hetes szint környékére, és már testen nem menne a szint fölé, akkor megjön a shortos hetes fordulós gyertyánk, és utána mehetünk egy nagyobb menetre lefelé. Nyilván itt lesznek még szintek, ahol elakadhat az árfolyam, de ettől függetlenül a visszahúzódásokat türelmesen meg kell várni. Amíg nincs visszahúzódás, addig nem tudunk belépni, mert nem lesz jó stop helyszínünk, ilyen egyszerű. Végre a nagy menetelések és az oldalazások után vannak elindult folyamataink. Itt a hetes csárton az egy jó jelzés, mert ezekből lehetnek kereskedések, viszont itt is türelmesen meg kell várni ettől függetlenül a folyamatokat. Megint időbe fog telni. De megyünk tovább, GBP japán jen. Itt is ugye most már lassan 8 hete, 2 hónapja szórakozott az árfolyam, és nézzük meg, ez volt az utolsó legmagasabb gyertyánk, itt volt egy dupla csúcsunk, viszont itt van az előző év szintje, ami azt jelenti, hogy itt esetleg jöhet hosszabb távú folyamat, hogy kicsit összehúzom a csártot, ez azt jelenti, hogy ez a trendvonal, ha sérül lefelé,
akkor tulajdonképpen a visszatesztje után lehet kereskedni majd lefelé újra, és akár visszajöhetünk ezeknek a szinteknek a környékére is, ami azt jelenteni, hogy bejövünk az előző év sávjába, tehát nézzük meg, hogy itt tulajdonképpen még lehet, hogy egy M-betűs alakzat lesz belőle, idáig lejövünk, visszahúzódás, és itt attól még az árfolyam egy ideig, tehát ezek egyelőre attól függetlenül, hogy elindult folyamatok, még mindig csak rövid távú kereskedési lehetőségek. És ugye az előbb a havi csártokon láthattuk, hogy azért a havi szinteknek is sérülni kell ahhoz, hogy ezekből esetleg jó kereskedések legyenek, de meg kell várni a szintöréseket, meg kell állni a folyamatokat, úgyhogy ezek rövid távú lehetőségek lehetnek a következő időszakban. Az euró japán a következő, na itt már egy kicsit jobban sérült a történet, de viszont erről beszéltem az előbb, hogy itt van az előző évnek a szintje, tehát itt van egy fontos szintünk, ahonnan elindult felfelé az árfolyam, és első körben idáig várnám le. Most a kérdés csak az, hogy lejön egybe, vagy pedig esetleg előtte jön egy kis visszatesz, és majd csak utána csinálja meg, és még akkor mindig itt a belső nyakonalnál vagyunk, tehát itt még ugyanúgy pattoghat tovább az árfolyam, de viszont ezek rövid távú lehetőségek, ha meglesznek a visszahúzódások, akkor ezekből itt a japán párokon lehetnek jó short irányú kereskedések, és ugye arról beszéltem a múlt heti videóban is, fontos, hogy megtanuljuk ezeket is jobban kereskedni, mert akkor így azért lényegesen több kereskedési lehetőségre lesz lehetőségünk. De megyünk tovább, NZD japán a következő. Itt is bár sérült a hetes szintünk, viszont az a trendvonalunk ez még nem sérült, és itt már újra felfelé próbálkozik az árfolyam, ami azt jelenti, hogy megcsinálhatja ezeket a visszahúzódásokat, és hogyha ebből a visszahúzódásból már nem tudunk újra a szint fölé zárni, ebből jöhet az a bizonyos heves mozgás, egy nagy shortos gyertya, ami jelzi a szintörést, és akkor lehet kereskedni. És itt is ugye nagyon szépen kialakult az a bizonyos kis dupla csúcs, sőt itt már ezen belül is egy kisebb nyakvonal kialakult, amire érdemes figyelni, viszont amíg a trendvonal nem töltődik ki, ez a hold zóna, addig tulajdonképpen nem fogunk tudni jól kereskedni, vagy hosszú távon kereskedni, úgyhogy itt most még meg kell várni ezt a csapkodást, de ez a lényeg az egésznek, hogyha a trendvonalat használunk, akkor itt a kitöltődés után lesznek majd csak a jó kereskedések. Ezért mondtam a pár héttel ezelőtti videómban, hogy teljesen mindegy, hogy itt hány havi szint, meg napos szint, meg hetes szint van. Amíg a trendvonal alatt vagyunk, addig tulajdonképpen csak itt pattogás lesz, viszont hogyha a trendvonal törik már és kitöltötte ezt a hold zónát, akkor teljesen mindegy, hogy tudjuk-e, hogy van egy szint, vagy nincs szint, a folyamat akkor is el fog indulni, és akkor látjuk majd, hogyha megjönnek ezek a heves mozgások, megjönnek a gyertyaformációk, a szintörések, trendvonaltörések, elég egyértelmű lesz a szituáció, hogy merre fogunk tudni kereskedni. Utolsó japán yen párunk pedig az ausztrál dollár japán yen, szintén zenész, itt is nagyon szépen kialakította ezt a kis dupla csúcsot, azon belül is itt egy kis belső nyakvonalat, és most tulajdonképpen visszatesztelődni látszik ez a hetes szint, a kérdés csak, hogy szint fölött tudunk-e maradni, és aztán utána jövünk-e lefelé. Itt ez már egy érdekesebb történet, mert itt már tulajdonképpen egy nagyobb távolságon, ugye az előző évnek a szintjéhez, tehát itt végződött az előző év, tehát hogyha kereskedni kellene, akkor attól függetlenül, hogy ez a dominánsabb deviza, tehát ez lassabban fog megtörténni, mégis ebben látok nagyobb lehetőséget a lejövetelre, mert itt van a legnagyobb távolság az összes japán yen pár közül. Tehát itt a hetes csárton azért azt megállapíthatjuk, hogy a dollár párokon is és a japán yen párokon is elindult folyamataink vannak, mert bejöttünk a hetes szintek fölé vagy alá, attól függ, hogy mi az irány, és megyünk tovább a CHF párokra, és meglátjuk, hogy ott mi a helyzet. USA dollár CHF. Itt is ugye bejöttünk a hetes szint alá, már egy ideig táncol az árfolyam, és egyelőre úgy tűnik, hogy lejtmenetben vagyunk, akár itt is visszatesztelhetjük ezeket a belső nyakvonalakat, az előző időszaknak a belső nyakvonalat, kicsit összepúzom a csártot. Egyrészt ugye a tavalyi év az itt végződött, ha jól látom, igen, itt végződött a tavalyi év, és meglátjuk, hogy ezt a szintet megtartja-e, vagy esetleg bejövünk a szint alá, és esetleg újra elindulunk felfelé, bármi megtörténhet, türelmesen meg kell várni itt a folyamatokat. Itt is ugye amíg nem jön zöld fordulós gyertya, addig itt sem lesz miről beszélni, türelmesen megvárjuk, és ezt is a napos csáton tudjuk majd jobban követni, de egyelőre meg kell várnunk, hogy itt a szintek visszatesztelődjenek, és addig, amíg ez nincs meg, addig tulajdonképpen itt most egy folyamatban vagyunk benne, amiben nem érdemes belenyúkálni. Így már megyek is tovább a következő pára, GBP, CHF. Na ez már egy érdekesebb szituáció, ugyanis itt van az utolsó, legmélyebb hetes gyertyánk, és itt már van egy zöld fordulós gyertyánk. Ugye inside baron belül mindig ezt keresem, hogyha inside baron belül vagyunk, akkor a zöld fordulós gyertyát keresem, nézzük meg, hogy újra felfelé próbálkozik az árfolyam, viszont itt tudjuk azt, hogy itt csak rövid távon kereskedünk, és itt a hetes szinteknél mindenképp ki kell szállni,
ezt majd a kisebb idősíkon megvizsgáljuk, mint lehetőséget, tehát ebbe akár rövid távú kereskedési lehetőség jön a következő időszakban. Jó, tehát erre érdemes lesz figyelni, következő euró CHF, itt viszont ugye nagyon szépen lejött az utolsó legmélyebb gyertyánk is, és meglátjuk, hogy ez sérül esetleg, itt viszont még egyelőre nincs lezárt fordulós gyertyánk, tehát itt akár mehetünk egy újabb mélypontra is, hogyha újabb mélypontra megy, az azt jelenti, hogy ezen a héten már ezen az adott páron biztos, hogy nem fog kereskedni, mert nincs lezárt hetes gyertyánk, úgyhogy ilyenkor egyszerűen csak tovább lapozok és megyek a következő pára, NZD, CHF. Ez is egy érdekes történet, ezt a múlt héten erről beszéltünk, ugye most az előbb, hogyha a teljes szakaszra fölhúztam, akkor pontosan egy fontos fibószint környékén vagyunk, viszont hogyha ezt a szakaszt nézem, ennek a visszatesztjét, akkor egyelőre azt látom, hogy most még tulajdonképpen az 50-es fibószint alatt vagyunk, tehát még akár lejöhetünk ide is. Ha itt nem tudunk tartósan a szint fölé zárni, akkor tulajdonképpen itt egy újabb lejtmenetre számíthatunk a 61-es Fibó környékéig. Tehát itt türelmesen mindenképp meg kéne várni, hogy itt mi lesz, mert egyelőre ugye zöld lezárt fordulós gyertyánk még itt sincs, tehát lehet, hogy ez csak egy visszatesz lesz ennek a színnek, és aztán jövünk egy újabb körre lefelé, úgyhogy majd itt figyelni kell, hogy melyik lesz az irány. Ezért csalóka, hogy itt tulajdonképpen egy inside baron belül vagyunk, tehát tulajdonképpen elindult folyamatunk még nincsenek. És akkor utolsó CF párunk az AUD CHF, itt már kicsit érdekesebb a történet, erről beszéltem az előbb is, ugye a havi csárton is, nézzük meg, itt már a hetes szintünk sérül újra felfelé, tehát itt most már több hete táncol az árfolyam, és ezt majd a kisebb idősíkon érdemes lesz figyelni, tehát úgy tűnik, hogy egyelőre két olyan pár van a CHF párok közül, amire esetleg érdemes figyelni, a GBP CHF, ahol inside báron belül vagyunk, és van az AUD CHF, ahol esetleg újra a szint fölé tudunk zárni. Itt a CHF párokban még nincsen olyan látványos szintörés, mint az USA dollár párokon, vagy pedig a japán yen párokon, úgyhogy ezekre érdemes figyelni, ezért nagyon fontos a szűrés, hogy azon belül is csak azokkal a párokkal foglalkozunk, ahol szint fölött vagyunk, és ahol a dominancia is van, és egyelőre itt a CHF párok közül az AUD CHF-be látom ezt jelenleg. Ezzel a főbb devizapárokkal meg is vagyunk itt a hetes csártokon, és ugye a dollár, a japán yen és egyes CHF párokban is vannak elindult folyamataink, amikre érdemes lesz figyelni, de ez nem jelenti azt, hogy még a kisebb idősíkon ezek jó belépési lehetőségek lesznek, ezért türelmesen meg kell várni a kisebb idősíkoknak a folyamatait, a trendvonaltöréseit, ugye a hold zónából való kitöréseket, úgyhogy folytatás következik a vegyes csártokon, ott is gyorsan végignézzük a hetes szinteket, hogy melyik van hetes szintek felett, melyik devizapár, instrumentum, és utána a kisebb idősíkon finomítjuk ezeket a lehetőségeinket. És már az arany hetes csártát látjuk, ugye az előbb a havi csárton arról beszéltem, hogy a folyamat még mindig shortos, mert nincs zöld havi gyertyánk, ezért nagyon óvatosan kell bánni mindig ezekkel a visszatesztekkel, tehát az esőtrendből való visszatesztekkel, mert ez a trend elleni kereskedésről beszélünk, de nyilván, hogyha értjük a szinteket, értjük a folyamatokat, akkor rövid távon ezeket is lehet kereskedni, viszont itt is az látható, hogy ugye most már több hete volt itt egy mélypontunk, a mostani heti gyertyában ez újra sérül lehet felfelé, itt majd a kisebb idősíkon meg kell nézni, hogy hol lehetnek elakadási pontok, esetleg honnan fordulhat le az árfolyam, és utána esetleg újra jövünk lefelé, de lehet akár egy nagyobb menet is visszafelé, úgyhogy vannak itt olyan szintjeink, ahol esetleg elakadhat az árfolyam, de ezt majd a napos csárton látjuk a legjobban. Tehát ha továbbra is így marad a történet, akkor rövid távon mindenképp az aranyban is felfelé lehet gondolkozni, de ezeket tervezni kell, tépézni kell, és nagyon jó meg kell találni az arányokat, hogy hol érdemes kiszállni, mert könnyen lefordulhat az árfolyam, és folytatódhat tovább bármikor az eső trend. Jó, akkor jöhetnek az indexek gyorsan. TAX-szal kezdünk, itt is ugye nagyon szépen elindult folyamataink vannak, gyönyörűen ment a múlt héten is felfelé az árfolyam, itt van egy kis belső nyakvonalunk, meglátjuk, hogy itt esetleg elakad az árfolyam, és lesz-e visszatesz, vagy pedig egyből megcsináljuk ezt a trendvonalat. Itt is ugye még bőven a hold zónán belül vagyunk, és arról beszéltem, hogy itt akár még jöhet utána simán egy újabb lejtmenet, de addig, amíg a hetes szintek felett vagyunk, és zöldek a gyertyák, és nincsenek shortos gyertyáink, addig tulajdonképpen lehet benne még egy kis potenciál, meg kell nézni majd a napos csárton, mert itt azért fontos szintek környékén vagyunk, hogy esetleg ezt át tudjuk-e törni, előző hónap szintjét át tudjuk-e törni, vagy pedig esetleg lesz még egy visszateszt, és a ABCD alakzatban fogja megcsinálni először, és utána fog majd esetleg lefordulni az árfolyam, de majd ezt a napos csárton tudjuk követni. A lényeg, hogy itt hetes szintek felett vagyunk, és látjuk az elindult folyamatainkat. Ezt is majd a napos csárton tudjuk jobban megvizsgálni, megyünk tovább a Nasdaqra. Szintén zenész, itt viszont már elértük a trendvonal környékét, tehát erre érdemes lesz figyelni, hogy itt esetleg innen erről a szintről könnyedén lefordulhat az árfolyam, és ezért beszéltem az előbb erről, mert itt vannak azért olyan fontos szintek,
Itt van, ugye az előző év szintjéről beszélünk, bár bejöttünk az előző év sávjába, de ez még nem jelenti azt, hogy esetleg nem fordulhat le az árfolyam újra. Tehát itt a kérdés csak az, hogy itt az előző év sávjában tud-e maradni az árfolyam, tehát a visszateszt után maradunk a szint felett és megyünk tovább, vagy pedig egy mélyebb visszatesztel újra bejövünk az éves szintek alá, mert akkor a 2 évvel ezelőtti legmagasabb pont és a tavalyi év mélypontja után tulajdonképpen mind a 2 szint alá bejön az árfolyam, ami azt jelenti, hogy további lejtmenet jöhet, de ez még egyelőre messze van, most még egyre arra kell figyelnünk, hogy ebből rövid távon tudunk-e valahol profitálni. Jó, és hogy gyorsan még ránézünk az S&P 500-ra, és hogy ott mi a helyzet, ott is ugye hasonló a technikai kép, ott még ugye ezt a trendvonalat nem értük el, de itt is fontos szintek környékén vagyunk, tehát előbb-utóbb várnék egyfajta visszatesztet, és abból való elindulást, addig tulajdonképpen itt már belépésben nem gondolkozhatok, mert a legmagasabb ponton vennék most, tehát meg kell várnom a diszkontárat, és a diszkont árból való elindulásban lehetnek jó kereskedések, tehát itt türelem játék van, de egyelőre azt látszik, hogy itt is azért vannak elindult folyamataink. Tehát ennyit az indexekről, és akkor megyünk tovább, GBPO, GBPNZD. Hát itt ugye a hetes csáton bár van itt egy fordulós kis zöld gyertyánk, ami jelzés értékű lehet, de itt van az utolsó legmélyebb hetes szintünk, és nézzük meg, hány hónapja már tulajdonképpen nem tudott a szint fölött maradni, de itt viszont megvan az a kis M-betűs alakzatunk, amire viszont érdemes figyelni. Tehát ezért jó a nagy idősíkról haladva a kisebb idősík felé, mert itt azért finomodik a szituáció, és jobban látjuk a folyamatokat. Tehát ezeket a fordulós alakzatokat keresem szintek alatt, vagy pedig szintöréseket, szintörések utáni visszateszteket, és abból való fordulós gyertyákat keresem, de akkor már a szint fölött kell maradni az árfolyamnak. Tehát minden idősíkon ugyanezt a technikai képet keresem, és ugyanezt meg tudom erősíteni egy trendvonalra, és annak a trendvonal törésére tudunk kereskedni, és ugye itt van a havi szintünk, amit nem tudott még átvenni az árfolyam. Jelzés értékű lehet ez a kis hetes gyertya, de amíg nem vagyunk szignifikánsan a hetes szint fölött, addig itt nincs miről beszélni. Megyünk tovább, következő GBP-NZD. Itt még viszont ugye egyelőre a hetes szintek felett vagyunk, és van egy zöld fordulós gyertyánk. A kérdés csak az, hogy ez a zöld fordulós gyertya csak egy visszatesztje a trendvonalnak, és így ABCD alakzatban jövünk még egy körre lefelé, és tulajdonképpen itt a hold zónán belül, amíg nem tudjuk eldönteni, hogy mi lesz az irány, vagy nem sérülnek ezek az előző időszak hetes szintjei, addig tulajdonképpen nincs miről beszélni, tehát itt még valószínűleg időbe fog telni, mire ez kitöltődik úgy, hogy ebből hosszú távú folyamat legyen. Ebből lehetne egy nagyon szép hosszú távú folyamat, de ahhoz még valószínűleg időbe fog telni, így nem is időznék itt tovább. Következő az EUR/AUD. Itt viszont már benéztünk a hetes szint alá, viszont ez a hetes szintünk még egyelőre nem sérült, tehát addig egy ABCD alakzatnak a második lába lehet meg, hogyha esetleg újra vissza tudnánk zárni ide a hetes szintek fölé, de mivel se fordulós gyertyánk, sem áttört hetes gyertyánk nincsen, ezzel a párral már most biztos, hogy nem foglalkozni. Gyorsan megnézzük az EURNZD-t, hogy ott mi a helyzet. Ott is ugye még egy lejtmenetben vagyunk, tehát visszatesztelésben vagyunk. Volt egy lejövetelünk, egy első láb, most alakítja a második lábat, és amíg ez az alj nem sérül, ugye egyrészt itt benne vagyunk a tavalyi évnek a legmélyebb pontjával, tehát ide, ha ez visszatesztelődik, akkor itt ugye megvárnék egy fordulós zöld gyertyát, és akkor rövid távon lehetne gondolkozni idáig, vagy a trendvonal környékéig, és aztán vagy kitörünk, vagy pedig jövünk egy újabb körrel lefelé. De ez még a jövő, tehát itt jelzés nincs arra, hogy itt fordulás lenne, ezt a párt biztos, hogy nem kereskedem itt a következő időszakban. A végezetül jöjjenek a katpárok gyorsan, USA dollár, kanadai dollár, hogy itt mi a helyzet. Hát igen, itt ugye itt van a tavalyi évünk legmagasabb pontja, itt van egy hetes szintünk, és egyelőre bejöttünk a hetes szint alá, viszont itt, amíg ez a trendvonalunk úgymond nem sérül, addig tulajdonképpen bármi megtörténhet, itt előbb-utóbb jöhet egy kis visszateszt, és aztán meglátjuk, hogy innen lefordulunk lefelé, vagy pedig átvisszük és megyünk tovább felfelé. Ez most még mind a két szituáció benne van, de meg kell várnunk itt a következő napoknak a híreit. Ugye az NFP napot is fontos, kanadai hírek is jönnek pénteki nap folyamán, tehát még bármi történhet. Ezért ilyenkor nehéz ezeken a párokon kereskedni, mert a hírek teljesen felülírhatják a történetet. Hogyha megnézzük a GBP kadot, itt ugye már viszont a hetes szint fölé tudott zárni a mai napi gyertyában, tehát itt jöhet rövid távú felpattanás, de itt is ugye fontos szintek vannak, mielőtt esetleg újra el tudna indulni hosszú távon a folyamat, utána meg kell várni a visszatesztet, és a hetes szint fölött marad az árfolyam, akkor jöhetnek a nagy menetek, de ezt majd a kisebb idősíkon megvizsgáljuk. A lényeg az az, hogy azt kell keresni, hogy hol van esetleg elindult folyamatunk, és most itt tulajdonképpen látunk egy rövid elindult folyamatot, majd a napos csárton finomítjuk folyamatosan. Jó, tehát erre érdemes lesz figyelni itt a következő napokban, euró, kad.
Itt még viszont nem vagyunk a hetes szint felett, itt is most már egy inside bárba vagyunk egy ideje, tehát ezzel nincs értelme foglalkozni, nincs lezárt fordulós gyertyánk sem. NZD kad a következő, na ez ugye már egy érdekesebb történet, itt is nagyon szépen fölé zárt az árfolyam, tehát elindultunk felfelé, és ugye múlt héten bár a trade alertekben nem jött be semmi, mert nem indultak el a folyamatok, viszont most úgy tűnik, hogy az NZD kodból lehet akár egy rövidebb távú kereskedési lehetőség is, hogyha ez így marad, és aztán az utolsó katpárunk pedig az outcad. Itt viszont megint szint fölött vagyunk, tehát egyelőre érdemes erre a két pár figyelni, és ugye itt is mit figyeltünk meg, még a hetes csárton is ugyanazt mutatja, mint a havi csárton, hogy az NZD CAD és az AUD CAD, és alapvetően az NZD és az AUD párokban vannak nagyobb lehetőségek, viszont itt is itt van még az előző év szintje, ez szignifikánsan kéne törni felfelé, visszateszt, szint fölött maradni, és akkor mehetnénk a nagyobb menetre, ami bármikor meg lehet, mert itt most tulajdonképpen ez a trend megtörhet, hogyha ez itt elakadna valahol az az árfolyam, akkor egy visszateszt után áthelyezzük ide a trendvonalunkat, és hogyha a szint fölött maradunk, akkor itt a hold zónába való kitörés után lehet a nagyobb menet felfelé. Nyilván ez megint időbe fog még telni, de a folyamatokat látjuk, hogy vannak elindult folyamataink, és ez a lényeg. Hát ha lassan is, de azért alakulgatnak a dolgok, és tulajdonképpen erre vártunk, hogy a hetes szintek fölé zárjanak az árfolyamok, mert ezekből lehetnek majd később a jó kereskedések, és azért most már jó pár páron azt láthattuk, hogy azért hetes szint fölött vannak, de nyilván tisztába kell lennünk a hosszabb távú trendirányokkal, hogy ezeknek több esetben még csak visszatesztek, és utána jöhet egy hosszabb lejtmenet továbbra is. Ugye ezekre mindenképp érdemes figyelni, úgyhogy ennyit a fő devizapárokról, a hetes csárton, most átmegyünk a napos csártokra, és megnézzük, hogy ezek közül hol lesznek jó belépési lehetőségek, úgyhogy folytatás következik a napos csártokon. És már itt is vagyunk az USA Dollar Index napos csártyán, és ugye az előbb arról beszéltem, hogy volt itt egy altrendvonal, és nagyon szépen ezt az altrendvonalat próbálja most visszatesztelni, viszont azt is látjuk, hogy itt egy hónap, két hónap szintjei, tehát egyrészt sérültek ezek az előző hónapok szintjei, tehát tulajdonképpen semmi más nem történt, mint visszateszt. Amíg ezek az aljak nem sérülnek itt, addig tulajdonképpen nem beszélhetünk short irányról, hosszú távú short irányról, hanem csak azt jelenti, hogy visszatesztelődik az előző időszak, és aztán előbb-utóbb újra elindulhatunk felfelé. Nyilván ez időbe fog telni, mire ebből kialakul esetleg egy elindulás felfelé, de azért mindenképp érdemes figyelni rá. A héten kijövő hírek ezt segíthetik, akár a leszúrást is kialakítja az utolsó legmélyebb napos gyertyát, és a napos gyertya szint törése utáni belépéseket kereshetjük, mivel itt ugye egyelőre long irányról beszélünk még mindig. Ez viszont azt jelenteni, hogy hiába vagyunk a hetes szintek felett a dollár párokon, a GBP, EUR, NZD és AUD párokon, ez csak azt jelenti, hogy csak egy visszatesztről beszélhetünk, de mindjárt átmegyünk a GBP USD-re és megnézzük a dollár párokat első körben. Ugye itt be van húzva a havi szintem, az előző hónap szintje, tehát itt végződött a múlt hónap, és még tulajdonképpen csak annyi történt, hogy megtört ez a trendünk, majd mindjárt kicsit ezt összép húzom, hogy jobban látszódjon, tehát volt egy nagy eső trendünk, és ez tulajdonképpen még egyelőre megtört. Általában ilyenkor szokott jönni az, hogy itt egy picivel fölé megy a trendvonalnak, és valahol itt majd elakad az árfolyam, jön egy visszateszt, egy mélyebb visszateszt, és ebből lehet egy dupla aj, ugye arról beszéltem, vagy dupla aj, vagy pedig megyünk tovább lefelé, valamelyik a kettő közül, és itt jön be az az időszak, hogy itt erre kell figyelni majd, amiről múlt héten is beszéltem, hogy ebben a hónapban vagyunk most, ebben a hónapban itt valahol mondjuk elakad az árfolyam, ahol már nem tudott tovább menni, kialakít egy utolsó, legmagasabb napos gyertyát, és hogyha ennek a szintje sérül majd lefelé, akkor tulajdonképpen itt tudjuk kereskedni ezeket a shortokat, és ezáltal lehet több kereskedésünk, viszont itt is a folyamatokat meg kell várni, lejövetel, egy pici visszatesz legyen, és utána be lehessen húzni egy trendvonalat, alakuljon ki egy kis belső nyakvonalunk, és az abból való törés után lehet a nagyobb menet. Nyilván ez lehet akár egy hevesebb mozgás is, és lehet, hogy nem lesz nyakvonal, de minden esetre figyelni kell arra, hogy mindig az adott hónapban az utolsó legmagasabb vagy legmélyebb gyertya szintje utáni sérülésekből jöhetnek a kereskedések. Itt is ugye megvolt az utolsó legmélyebb gyertyánk ebben a hónapban, a múlt hónapban, és nézzük meg, el is indult felfelé szépen. Ezeket a havi szinteket kell megvárni, hogy elakadjanak valahol, ne menjen tovább, és utána, amikor a szint fölé zár az árfolyam, akkor lehet kereskedni, és ez ugyanúgy érvényes a short irányokra is. Tehát itt még hosszú távú a long irányról nem beszélhetünk, csak az esőtrendnek a visszatesztjéről, de megyünk tovább, euró, USA dollár,
szintén zenész, itt is ugye az látható, hogy nem sok hiányzik, hogy elérje ezt a célárunkat, a trendvonalunkat, és itt van még az előző hónap szintje, ide akár fel is szúrhat, és aztán innen le is fordulhat. Amikor látom azt, hogy itt nincs akkora visszahúzódás, tehát nincs a mély visszahúzódás, nincs akkora távolság, itt nem biztos, hogy a sortolást erőltetném, mert itt túl kicsi a távolság. Viszont a GBPUSD esetében, vagy akár majd a többi devizána megnézzük, ahol nagyobb távolság van, ott érdemes kereskedni, mert azokban vannak a jó profit lehetőségek. Ugye azt tudjuk most már, hogy az összes dollárpárunk a hetes szint fölött van, napos szint felett van, és ugye közelít előző időszakoknak a havi szintjeihez, és onnan jöhetnek lefordulások, de megyünk tovább, NZD-USD, itt is ugye nagyon szépen megtört a trendünk, de még ugye van hely bőven felfelé, és itt van egy olyan időszak, egy olyan csúcs, ahol esetleg elakadhat az árfolyam, ami azt jelenti, hogy itt az előző hónap szintjét csak visszateszteli, és majd innen ebből jönnek majd szépen a short irányú kereskedések, és ezek lesznek a jó short irányú kereskedések, amikor már az előző hónap szintjét nem tudta szignifikánsan átvinni, csak visszatesztelte, megszúrta esetleg, és utána itt kell figyelni ezeket a kis kanoncos gyertyákat, és abból jöhet majd a lejtmenet, ilyenkor majd a trendvonalat erre a kis nyakvonalra átrakjuk, és utána kiderül, hogy szintek fölött tudunk-e maradni, vagy esetleg nagy lendülettel megyünk tovább lefelé. Jó, következő dollárpárunk is egyben az utolsó, az ausztrál dolláros a dollár, szintén zenész, hasonló a technikai kép, itt is tört a trendvonalunk, de ez még önmagában nem jelent semmit, ide is felvárnám az ennek a szintnek a környékére, itt is az előző hónap szintje sérülhet, és ezekből lehetnek majd, ahol nagyobb visszahúzódások vannak, ezekből lehetnek majd jó rövid távú short lehetősége, úgyhogy erre mindenképp érdemes figyelni. Hát a dollárpárokban egyelőre az látszik, hogy most még felfelé tart egy rövid ideig az árfolyam, és aztán, hogyha eléri azokat a bizonyos szinteket, itt az előző hónap szintjét, és azt nem tudja úgymond szignifikánsan úgy átvinni, hogy tényleg nagy lendülettel, akkor tulajdonképpen visszajött a visszateszt, és hogyha esetleg bejövünk a szintek alá, akkor már újra short irányról beszéltünk, de itt most a következő napokban meg kell várni, hogy itt mennyire lesz szignifikáns áttörés, vagy csak fals kitörés lesz, és már a következő napokban jövünk vissza nagy shortos gyertyákban. Ezek mindenképp jelzésértékűek lesznek. Ezért vagyok mindig kicsit óvatosabb a lejövetelek utáni első láb kereskedésével, mert ezek mindig neccesebbek, és attól függetlenül, hogy itt van a trendvonalunk, ugye ez általában lehet célár is, de nézzük meg, ettől függetlenül átvitte, mert jobban tiszteli mondjuk a következő szintet. Tehát ezért érdemes megvárni, hogy mi az a folyamat, hol van az a szint, ahol esetleg ő el tud akadni, és azt mondja, hogy ezt a szintet tisztelem, mert utána tudom majd tervezni a kereskedéseimet. Viszont ezeket sokkal nehezebb kereskedni, mert bár tudom, hogy itt vannak fontos hetes szintek, havi szintek, meg csúcsok, meg völgyek, de nem tudom megmondani előre, hogy ez, melyiket fogja tisztelni ezek közül. És ezért nagyon nehéz célárazni és kereskedni ezeket az első felpattanásokat. És hát nyilván ezek jó menetek így utólag, de azt még az elején, amikor itt tart az árfolyam, azt nem tudom megmondani, hogy innen nem-e fordul le esetleg nagy évbe vagy nagy lendülettel. Tehát ezért nehéz ez. Viszont ha itt megvan ez a pontom, és azt mondom, hogy innen lefordulok, akkor ezt már tudom tervezni egyrészt, mert akkor jönne a lefelé menet, és akkor tudom, hogy a következő mélypontom az itt van, vagy oda a napos szintig, és akkor már tudok célárazni. Ezt viszont nagyon nehéz ezt a szakaszt kereskedni. Ezzel a dollárpárokkal meg is vagyunk, megyünk tovább a japán párokra, USA dollár japán jennel kezdünk. Itt is ugye nagyon szépen megtört ez az első trendvonalunk, de lejöttünk egy előző időszak, tehát az előző hónap sávjában jött vissza az árfolyam, és ugye itt van még egy előző időszak csúcsa, tehát erre a szintre várnám le, ezeknek a zónába várnám le az árfolyamot, itt esetleg kialakíthat egy utolsó, legmélyebb napos gyertyát, és az abból való elindulás az egy rövid távú visszateszt lehet, és utána, amikor ez kialakul ez a kis csúcs, akkor itt is a trendvonalat áthúzom majd ugye ide, és hogy abból való törés történik ugye lefelé, akkor lesznek újabb, hosszabb távú folyamataink, viszont itt akár egy dupla csúcsa vagy dupla alja tovább tud menni felfelé, és akár visszajöhetünk akár ezekre a szintekre is, tehát bármi megtörténhet, de türelmesen meg kell várni itt a fordulókat, de viszont az a jó, hogy elindult folyamataink vannak végre, és itt a napos gyertya legmélyebb pontjából való szintörésre majd be lehet lépni újra rövid távon felfelé. És ahogy az előbb is említettem, az ilyen tiszta chart mozgásokat kell keresni, ahol nincs ilyen így besűrűsödve beoldalazva 4 hónapja, hanem ahol látszik, hogy van trendirányú elmozdulás, mert ezekből lesznek a jó kereskedések, és csak azokat a párokat szabad kereskedni, ahol ilyen szépen tisztán egyértelműen mozog az árfolyam, és el tudjuk dönteni tényleg, hogy mi történik, míg a több hetes, több hónapos oldalazásokban meg teljesen fölösleges addig nyúkálni, mert itt azért sok pénzt el lehet veszíteni. Ezeket a szép, tiszta folyamatokat kell keresni, és ezt az egy-két párt, amit megtalálunk, ezeket kell jól időzíteni, megjelölni, és utána jól időzíteni a belépőket. Még egy gondolat ehhez a párhoz, kicsit felnagyítom, itt is gyönyörűen megmutatta magát, hogy áttörtük a napos szintet, visszateszteltük, és nézzük meg, itt van ez a nagyon szép kis
piros fordulós gyertya, és már a következő gyertya nagy lendülettel el is indult lefelé. Ezeket a folyamatokat kell keresni a napos csárton, ezek azok a short irányok, amiket szépen lehet majd kereskedni, de nyilván itt az első lába ez mindig mocerásabb, meg kell várni a második lábat, és utána esetleg jöhet egy újabb, nagyobb lejtmenet, és az lesz számunkra az érdekes, mert akkor itt már lesz egy jó kis diszkontárunk, kis toppal be tudunk lépni, és itt a fordulókra már tudunk kereskedni. Jó, megyünk tovább, következő GBP Japán Yen. Itt viszont még ugye erről beszéltem az előbb, hogy nézzük meg, milyen csúnya a csártya, egy hány hónapja, egy, kettő, három, negyedik hónapja, most már lassan az ötödik hónapja oldalazik az árfolyam, mennyivel tisztább volt például az USA dollár japán jennek a mozgása. És ezeket érdemes kereskedni, mert itt tulajdonképpen még bármi megtörténhet, itt vagyunk még ugye a legmagasabb havi szintünk az még nem sérült, tehát hogyha nem is megyek fel a havi csártól, látom, hogy ez ment a legmagasabban, ennek ez a legmélyebb pontja. Tehát amíg ez a havi szint itt nem sérül, itt jó kereskedések nem lesznek, tehát ezt türelmesen meg kell várni. Úgyhogy ez egy oldalazós szakasz, itt biztos, hogy nem kereskedni. Ha megnézzük az euró japánt, itt ugye annyi a különbség, hogy itt viszont már sérült az utolsó legmagasabb szintünk, ugye itt volt az utolsó legmagasabb gyertya sávja, és ez most egyelőre sérülni látszik, de ez még picit sérül csak, itt még simán visszahúzhat akár a sávba is, és utána mehetünk újra felfelé. Amíg ezek a trendvonalak itt nem sérülnek, vagy nincs kitöltődve, addig tulajdonképpen itt nem lesz hosszú távú folyamat. Úgyhogy erre érdemes figyelni, hogy attól független, hogy a havi szintünk sérült, ez még nem szignifikáns törés. Nyilván itt még vannak előző hónapok szintjei, de ahhoz mindenképp kellenek a visszahúzódások, hogy ebből esetleg újabb short irányú, rövid távú kereskedéseket csináljunk a következő szintig. De nyilván mindenképp érdemes lesz rá figyelni, viszont arra is figyelnünk kell, hogy itt van egy ABCD alakzat kialakulóban, ami azt jelenti, hogy még picit lehet, hogy jövünk lefelé, és aztán lehet, hogy nagy lendülettel visszazárunk a sávba, az előző hónap sávjába, bármi megtörténhet, tehát azért itt még azért óvatosan kell kezelni ezeket a szint sérüléseket. És akkor a következő párunk NZD Japán Yen. Itt is ugye még bőven az előző hónap szintjei alatt vagyunk, vagy fölött vagyunk, tehát ez még nem sérült, tehát itt ezek rövid távú kis csapkodások, bár itt is sérült a trendvonalunk, itt is akkor lenne érdekes a történet, hogyha itt az a trendvonal visszatesztelődne, és utána abból való lefordulásból lehetne esetleg kereskedni, de ezek már olyan kis távolságok itt az egymás közötti szintek között, olyan közel vannak a havi szintek, hogy ez nem biztos, hogy itt jó kereskedés lesz. És akkor utolsó japán yen párunk, ausztrál dollár japán yen. Itt is szintén zenész, nézzük meg, hogy hány hónapja oldalazik a csárt. Tehát ezzel beszélek, hogy ezeket sokkal nehezebb lesz kereskedni. Itt is ugye a legmagasabb havi szintünkről pattant egyszer vissza az árfolyam, és amíg itt tartósan nem jövünk a szint alá, visszatesz, addig tulajdonképpen nem lesz következő menetünk. Nyilván, hogyha ez áttörne, és így alakulna, itt beszéltem erről az előbb, hogy itt van akkor a távolság, amit érdemes esetleg lekereskedni, úgyhogy ez lenne az a bizonyos belső nyakvonala ennek az egész följövetelnek, amiről esetleg újra felpattanhat majd az árfolyam. Tehát ezt érdemes esetleg figyelni, figyelemmel kísérni, meglátjuk, mert rövid távon akár jöhet itt a dominancia hiánya, tehát a kis begyengülés az ausztrál dollár párokon, de nyilván ugye itt is fontos adatok jönnek a héten, tehát meg kell nézni, hogy azok milyen irányú elmozdulásokat hoznak majd az ausztrál párokon. A jelenlegi japán yen párok közül az USA dollár japánnak a legtisztább a mozgása, tehát én első körben mindenképp arra koncentrálni, és esetleg itt az ausztrál dollár japán yenre, hogyha itt esetleg szép tiszta mozgások jönnek, akkor ezt is lehet kereskedni rövid távon, de megyünk tovább, és akkor jöjjenek a CHF párok, USA dollár CHF. Ugye itt is azért fontos havi szintünk sérült, ugye az előző hónap ezeknek a szintjei volt a legmagasabb, és ezeknek a szintje is most már sérült lefelé. Kérdés csak az, hogy ez egy fals kitörés lesz, és aztán visszarántják ide őket a sávba, és visszajövünk az előző hónap szintjére. Tehát erre mindenképp érdemes figyelni, ezért most tulajdonképpen semmi más dolgunk nincsen, mint ezt a napos vonalat, ami még a múlt héten itt volt, most valahol ide kell helyeznünk, mert ez az utolsó, legmélyebb napos gyertyánk, és egyelőre ugye nincs jelzés arra, hogy elindulna fölfelé az árfolyam, tehát itt nincs mit tenni egyelőre, türelmesen várunk. Így már megyek is tovább a következő pára, GBP-CHF. Na ez már itt egy érdekesebb történet, hogy az előbb arról beszéltem, hogy itt volt egy hetes fordulós gyertyánk, amire érdemes figyelni, viszont még itt sem vagyunk a napos szint fölött, tehát ezt türelmesen meg kell várni, és ilyenkor a trendvonalat érdemes így áthelyezni, de ugye jobban. Amíg a napos szintünk itt nem sérül felfelé, addig nincs miről beszélni, tehát mindenképp megvárni egy újabb szint fölé zárást, szint fölött maradást, és akkor lehetne kereskedni. Bár itt is az előző hónapnak a legmagasabb pontja az elég közel van, de ez nem jelenti azt, hogy ebben a fordulatban esetleg nem viszi át, és mehetünk a következő szintre. Úgyhogy erre mindenképp érdemes figyelni, de még egyelőre a szint alatt vagyunk, tehát itt sincs teendő. Ha megnézzük az EUR-CHF-et, itt sincs sok teendőnk, ugye ez az utolsó gyertyánk, ez a piros gyertya,
pár nappal ezelőtti gyertyánk. Itt is ugye meg kell várni a trendtörést, szintfölé zárást, és akkor utána mehetünk. Itt ugye van egy előző hónap szintünk, és van a két hónappal ezelőtti mélypontunk, tehát első körben nézzük meg, ide várnám el. Ezek a szintek, ezek a havi high-low-k, ezek nagyon jó Fibó szintek is egyben, de nem kell használni a Fibót, ha érted ezeket a szinteket. Tehát első körben mindig ezt nézem, ha ezt megcsinálta, akkor a következő szintem az ez, ilyen egyszerű. Mivel a napos szintünk még itt sem sérült, így már megyek is tovább, NZD, CHF, na ez egy érdekesebb dolog, ugye múlt héten beszéltem róla, mint lehetőségről, de itt még ugye volt egy kis lejtmenete, itt ezt az utolsó, legmélyebb gyertyámat még egyszer visszatesztelte, és a mai napi gyertyában újra a napos szint fölé zárt. Ugye én ezt egyelőre nem tudom megmondani, hogy mikor fog ez megtörténni, én csak azt látom, hogy vannak folyamatok elindulva, napos szintek felett voltunk, itt oldalazott egy ideje már, de itt is ugye nagyon közel van az előző hónap szintje, tehát itt mindenképp türelmesen megvárnám itt a visszateszteket, és az abból való elindulást, ha a napos szint felett tud maradni tartósan, akkor jöhet, mert akkor itt lesz a következő, az előző hónapok szintjei, mélypontjai, tehát itt van az előző hónap mélypontja, utána két hónap ezelőtti legmagasabb pont, tehát ezek lesznek a következő céláraim. Ha ez a setup továbbra is így marad és tartósan a napos szint fölött tudunk maradni, akkor erre pára mindenképp érdemes lesz figyelni, és akkor utolsó AUD CHF-ként jöjjön, itt is ugye a napos szint felett tudunk maradni, és itt még nem is tesztelődött vissza, viszont itt van még a trendvonalunk is, itt van az előző hónapunk legmagasabb pontja, tehát mindenképp a szint fölé kéne zárni, egy kis visszateszt, bár itt meg nagyon közel vannak már az előző hónapoknak a mélypontjai, tehát itt ez egy szűk sáv, amiben nem biztos, hogy most jó lenne kereskedni, de technikai kép szempontjából ugye napos szint felett vagyunk, hetes szint felett vagyunk, tehát ezekre a párokra azért érdemes figyelni, és hogyha ebből ki tudnánk törni itt ebből az oldalazásból, és utána visszatérnénk az előző hónapoknak a sávjaiba, tehát felülről visszatesztelve, akkor ez egy szép menet lehetne a következő szintig, ugye a legmagasabb szintig. Itt volt az utolsó legmélyebb napos gyertyánk, és ennek az első legmagasabb pontja pedig ez. Tehát ide várnám el, de nyilván itt még előtte azért lesznek elakadási pontok, és ezeket kell türelmesen megvárni, hogy ezekből egyértelmű elmozdulások legyenek. Ez ugye akkor lesz érdekes, amikor már ez a havi szint is sérül, egyrészt visszajönne ide erre a szintre, majd ezt visszatesztelve újra el tudna indulni felfelé, és akkor a trendvonalat már ide húznám be, és ebből, ha nem lefelé jön az árfolyam, hanem újra törik a trendvonalunk, akkor lesz a jó kereskedés. És hát a rossz hír, hogy sajnos ennek még időbe fog telni, mire ez úgy kialakul, hogy ez kereskedhető legyen. Ezzel a főbb devizapárokkal is megvagyunk itt a napos csártokon. Hál' Istennek azért vannak elindult folyamataink, elég sok devizapár van napos, illetve hetes szintek felett, tehát ezeket türelmesen meg kell várni a technikai képet, és ezekből lehet a héten akár egy-két jó kereskedés is. Nyilván majd ezt menet közben a híreknek köszönhetően ezt majd finomítgatjuk, hogy melyik pár lesz, ami előbb jobban beindul, és erre kell figyelni. Én ezért szeretem a napos gyertyákat, mert ahol megjön a forgalmi gyertya, a szinttörés, a hetes vagy a havi szintek törése, ott lehetnek jó belépési lehetősége, és ezt türelmesen meg kell várni. Úgyhogy megyünk tovább, és akkor gyorsan átnézzük még a vegyes csártokat is a napos csártokon, úgyhogy folytatás következik a vegyes csártoknál. És már itt is vagyunk az arany napos csártyán, és ugye az előbb arról beszéltem, hogy bár a hetes szintek felett vagyunk, de ez önmagában még nem jelent semmit, mert még csak rövid távú folyamatokról beszélhetünk, mivel a trendvonal alatt vagyunk, ennek az első trendnek a visszatesztjéről beszélünk csak, és itt ugye a következő elakadási pont a trendvonal lehet, vagy pedig itt ennek az előző hónapoknak a szintje, ami nagyjából egybe is esik a trendvonallal, tehát itt előbb-utóbb várnék mindenképp, vagy eddig a szintig, vagy valameddig feljön az árfolyam, és az ebből való visszatesztet, akár egy short irányt meg lehet majd itt kereskedni. Nyilván meg kell várni, hogy itt a hetes szintek környékén esetleg megtorpan az árfolyam, visszapattan, és esetleg úgy jön le majd lefelé, vagy pedig esetleg nagy lendülettel újra elindulunk lefelé, és újabb short irányt folytatunk, mert még itt azért, bár az előző évek szintjén vagyunk, a simán megcsinálhatjuk a dupla aljat ahhoz, hogy utána abból tudjon majd később esetleg elindulni az árfolyam. Tehát mindenképp abban gondolkozom, hogy rövid távon most még hagyom, hogy hadd menjen felfelé az árfolyam, és a short irányt próbálom majd megkereskedni. Ez viszont még időbe fog telni, mire kialakítja ebben a hónapban az utolsó legmagasabb gyertyáját, és utána annak a színnek a sérülése után keresem a short irányú belépőt, de megyünk tovább, egyelőre itt még várat magára a jó lehetőség. Következő az indexek, hogy itt vagyunk a DAX-on, és ugye arról beszéltem, itt volt az utolsó legmélyebb napos gyertyám, ennek a szintje sérült felfelé, és ugye hetes szintek felett is vagyunk, viszont azt érdemes figyelembe venni, hogy itt van az előző hónapnak a mélypontja, tehát most bejöttünk ebbe a sávba,
A kérdés csak az, hogy itt tudunk-e maradni, visszatesztelve ezt a szintet, utána mehetünk felfelé. Mivel itt az előző hónap szintjéről is beszélünk, tehát az előző hónap szintjének is sérülni kéne valamilyen szinte, ez valószínűleg nem biztos, hogy annyira szignifikáns lesz, és utána megvárnám a visszatesztet, és hogyha ebben a sávban tud maradni az árfolyam, akkor nyilván rövid távon lehet kereskedni eddig a szintig, esetleg ahonnan lejött az árfolyam, vagy esetleg mehetünk tovább is, de addig, amíg ez nem történik meg, addig itt sok teendő nincsen, ugye most itt a legmagasabb ponton vásárolnánk, tehát mindenképp kell egyfajta visszateszt, úgyhogy ezt meg kell várni türelmesen. Ha megnézzük a Nasdaqot, szintén hasonló a történet, ugye itt is ugye az előző hónap szintjére, tehát a legmélyebb hónap szintjét tudtuk tulajdonképpen most itt elérni, és nagyon szépen felment az árfolyam, itt volt az utolsó legmagasabb gyertyánk, és most szintjének a törését várnám, hogy visszatesztelje mondjuk ezt a trendvonalat, és itt meglátjuk, hogy itt ki tudja tölteni ezt a hold zónát, és mehetünk tovább ugye a trendvonalig, vagy pedig esetleg újra lefordul mélyebben. Meg kell várni, hogy itt a következő napokban lesz-e visszateszt, mindenképp ugye, mivel hónap szintjénél vagyunk, ezért várni egy visszatesztet, és utána esetleg ezekből való elindulásból lehet újra kereskedni majd felfelé. Jó, akkor még gyorsan ránézzünk az S&P 500-ra, és hogy ott mi a helyzet. Itt még viszont nem értük el az előző hónapnak a szintjét, ami egyben ugye a legmélyebb hónap is, tehát ebben még van egy nagyon pici felfelé, de itt már biztos, hogy nem kereskednék. Itt is türelmesen megvárnám, hogy mi történik. Ugye követem a vonallal az utolsó legmagasabb gyertya szintjét, és amíg ez a gyertya nem sérül, hogy itt a következő napokban itt is már kialakíthatja, hogy elérjük ezt a szintet. Kialakulhat itt is egy utolsó legmagasabb napos gyertya, annak a szintjét behúzom, és utána, hogyha az sérül lefelé, akkor rövid távon egyrészt ugye lehet majd kereskedni akár idáig a trendvonalig is, és aztán majd kiderül, hogy utána megyünk tovább újra felfelé, vagy pedig jövünk mélyebben lefelé. De minden esetre, amíg ez a trendvonal nem törik szignifikánsan, addig mindenképp várni kell egy felpattanásra is, de ezek rövid távú lehetőségként akár kereskedhető is lehet majd. Jó, ennyit az indexekről, megyünk tovább a GBP Out-dal. Ugye itt erről beszéltem, hogy már több hónapja oldalazik az árfolyam, és bár a napos szint felett vagyunk picivel, majd mindjárt jobban kicsit felnagyítom, egyelőre türelmesen meg kell várni itt a visszatesztet. Általában mindig arra érdemes figyelni, hogy amíg zöld gyertyák vannak csak, addig biztos, hogy nem lesz visszateszt, a visszateszteket türelmesen meg kell várni, és hogyha a testtel a szint fölött tud maradni, előbb-utóbb lesz valahol egy fordulós gyertya, és akkor mehetünk tovább felfelé, és akár egy ABCD alakzatban mehetünk itt a belső nyakvonalak szintjéig, Fibó 61-re várnám első körben, onnan várni egy lefordulást, és aztán utána mehetünk újra tovább, hogyha esetleg így alakul. Ugye itt volt egy fordulós hetes gyertyánk, amire érdemes figyelni, bár még nem vagyunk a hetes szintek felett, de itt a kitörésből, az újrafordulásból akár ez is megtörténhet, de egyelőre ezt türelmesen meg kell várni. Így itt most még sok teendő egyelőre nincsen. Jó, következő GBP-NZD. Itt is hasonló a történet, meg volt a szinttörés, a napos szint törése, ugye itt van a következő napos szintünk itt feljebb, ugye az utolsó legmagasabb napos gyertyám, és most egyelőre meg kell várni ezt a úgymond visszatesztet, ha a napos szintek felett tudunk maradni, vagy legalább itt a trendvonal után újra fel tudunk zárkozni a szintek fölé, akkor mehetünk újra felfelé, ide be lehet húzni akár egy trendvonalat, és itt is a hold zónából való kitörésre lehet majd kalkulálni, ha csak meg nem fordul az árfolyam, és jövünk le szignifikánsan lefelé, de egyelőre meg kell várni, hogy itt a napos szintek környékén mi fog történni majd. Jó, és akkor nézzük, mi a helyzet az euróházatáján, euró aud. Hát itt egyelőre ugye egy nagy esésen van túl az árfolyam, lejöttünk előző hónapok szintjére, de meg kell várnunk még, hogy tulajdonképpen itt mi történik. Itt is várnék majd egyfajta visszapattanást, valameddig legalábbis az előző hónapok szintjéig, és aztán utána lehet, hogy újra jövünk lefelé. Ugye láttuk a hetes és a havi csártokon, hogy elég sortos még így is a történet, de most egyelőre meg kell várni, hogy a szintek fölé zárás megtörténjen, amíg az nincs meg, addig itt nincs teendő. Az EURNZD-n is szintén hasonló helyzet, itt is még egy inside bar-on belül vagyunk, és egyelőre még mindig sortosnak tűnik a történet. Hiába volt itt egy utolsó, na majd mindjárt, hogy visszaállítom, volt egy utolsó ugye hónapunk, ez volt az utolsó legmélyebb hónapunk, és volt egy kis szintörésünk, egy kis visszateszt, de aztán dupla csúcsban tulajdonképpen lefordult az árfolyam, és most ennek a visszatesztjét várnám majd valahol, és aztán utána lehet, hogy újra jövünk tovább lefelé. Bármi megtörténhet, de most egyelőre még a napos szintek környékén vagyunk, tehát inside bar-on belül vagyunk, szóval itt sincs sok teendő. És akkor végezetül jöjjenek gyorsan a katpárok, és aztán a legvégén ránézünk a kriptokra is, mert ott is történtek azért események. USA dollár, kanadai dollár, itt is ugye egyelőre még lejtmenetben vagyunk, itt vagyunk még az előző hónapok szintjei, azok itt vannak, tehát akár eddig lejöhet az árfolyam, bármi megtörténhet, amíg itt nem jön egy fordulós gyertya, és azt napos szintek fölé nem zárunk, addig itt nem lesz fordulás, ezt türelmesen meg kell várni
ezt a folyamatot, tehát itt egyelőre teendő megint nincs. Ha megnézzük a GBP kadot, ugye itt már azt látjuk, hogy a napos szintek fölé tudott zárni az árfolyam, viszont most zárkozott föl tulajdonképpen a trendvonal vonaláig, tehát itt most meg kell várni, hogy esetleg ezt át tudja törni, vagy innen még lefordul egyet, és aztán utána újra mehetünk felfelé. Türelmesen meg kell várni. Itt most jól látszik, hogy egyelőre a trendvonal az akár meg is foghatja, mint ugye elsődleges célár, és ugye, hogyha tovább menne az árfolyam, akkor a következő célárunk pedig az előző hónapok mélypontja lehet, mivel bejöttünk az előző hónap sávjába. Hogyha ez így maradna, és a visszateszt után sem lenne mélyebbre, akkor a következő célárom ez a hónapos szint lenne, és hogyha ezt is átviszi, akkor pedig mehetünk tovább felfelé a két hónappal ezelőtti legmagasabb pontra, utána van a három hónappal ezelőtti, és itt is van még egy köztes szint, ugye, ami megegyezik nagyjából a két hónappal ezelőtti legmagasabb ponttal, ez a három vagy négy hónappal ezelőtti mély pont, tehát ezeket a szinteket figyelném, de addig, amíg itt szignifikáns kitörés nincsen, nincs egy visszateszt abból, addig sok tendő itt sem nagyon lesz. Ugye itt is most még a lejövetel utáni első lábról beszélünk, tehát ez még folyamatban van, és hogyha a visszateszt után megcsinálná esetleg az újabb elindulást, akkor az ABCD alakzatban kialakulhatna tulajdonképpen az első lábnak a folyamata, abból lenne egy második láb, és utána lehet a nagy menet. Amíg ez nem történik meg, addig itt csak pattog az árfolyam, és mivel elég közel vannak a szintek egymáshoz, itt van az előző hónap, ugye, ahogy itt zárt, ezt át kéne törnie, visszatesz, és utána gondolkozhatnánk esetleg további szintekben. De ez még egyelőre odév van, türelmesen meg kell várni, és nyilván a pénteken kijövő fontos kanadai adatok is befolyásolhatják, hogy itt mi fog történni a következő napokban. Jó, következő euró kad. Itt még ugye egyelőre nem vagyunk a szint felett, tehát itt türelmesen meg kell várni a szinttörést. Előfordulhat, hogy itt a következő időszakban ez megtörténhet. Itt viszont a következő hónapnak a szintje, ugye az itt van egész fönt, itt van a két hónappal ezelőtti mélypont is, viszont itt van még egy kis belső nyakvonalunk, ezt türelmesen meg kell várni, hogy idáig eljusson, abból való visszateszt, itt kitombolja magát, és utána tudunk majd csak hosszabb távon gondolkozni, tehát mindenképp kell, hogy ez az utolsó esés, ez megtörjön, legyen egy újabb csúcsunk, amire majd át tudom húzni a trendvonalamat, és az abból való kitörésből gondolkozhatok majd a következő menetre, de ez is még egyelőre várat magára. Ha megnézzük az NZD kadot, látszik, hogy mekkora napos gyertyát csinált a mai nap folyamán, és teszteli az előző hónap legmagasabb pontját, tehát erre inkább érdemes lesz most majd figyelni, ahogy beszéltem korábban is, az NZD és az AUD párakra érdemes koncentrálni első körben. Itt már ugye az előző két hónappal ezelőtti szint fölé zárt az árfolyam, az előző hónap szintje fölött is vagyunk, és hogyha esetleg át tudunk törni egy picit, visszateszt után lehet gondolkozni további menetekben, tehát ebben látok lehetőséget, és ezt meg kell várni, hogy itt a szintek után hol lesz esetleg visszateszt. És hogyha megnézzük az ausztrál dollár, kanadai dollár, akkor ott is hasonló a helyzet, hogy még egyelőre felfelé ütemben megy az árfolyam, itt is visszajöhetünk a két hónappal ezelőtti sávba, és az ebből való visszateszt után gondolkozni felfelé. Itt viszont már elég közel van a két hónappal ezelőtti legmagasabb pont, tehát jelenleg úgy tűnik, hogy az NZD kadban egyelőre nagyobb potenciál van, mint az AUD kadban, de ez a két pár az, amin látom egyrészt a momentumot, a dominanciát, és a technikai kép is jobban alakul egyelőre. Ahogy a nagyobb időségokon is láthattuk, a havi csárton és a hetes csárton is egyértelműen az volt a megerősítés, hogy az NZD és az AUD párokban lehetnek jobb lehetőségek, ott lehet még esetleg nagyobb dominancia, ott vannak a szintek felett, és ott alakultak ki olyan technikai képek, amiben esetleg előbb lesz lehetőség, mint mondjuk a GBP vagy az EUR párokba, úgyhogy ezen a két párra érdemes koncentrálni, és itt a kisebb idősíkon is ez nyert megerősítést, akár a CHF párokról beszélünk, akár a dollár párokról, vagy pedig itt az NZD CAD párokról, úgyhogy ennyi a rövid történet, és még gyorsan átnézzünk a kriptovalutákra, a Bitcoinra és az Ethereumra, és aztán fel is készültünk a hétre. És már láthatjuk is a Bitcoin napos chartját, ugye az elmúlt időszakban itt megtorpant az árfolyam, majd az utóbbi napokban volt egy kis emelkedés, már a napos szintek felett vagyunk, de be van húzva még ugye a két hónappal ezelőtti legmélyebb pontunk is, azt még nem tudta átvinni, tehát még nem tudtunk ebbe a sávba bekerülni, ami azt jelenti, hogy az előző hónap sávjában vagyunk benne, és hogyha át tudunk lépni, akkor utána tudnánk csak majd gondolkozni, és még mindig csak rövid távon. Van egy altrendvonalunk, van egy főtrendvonalunk, tehát még nagyon messze vagyunk attól, hogy a Bitcoinra hosszú távú befektetésként gondolkozzunk. Ezt még mindenképp meg kell várni, hogy itt a szintek fölé emelkedjünk, kitöltsük ezt a hold zónát, és majd a szinttörés után, a trendvonal törés után lehet gondolkozni egy nagyobb menetben, úgyhogy egyelőre ezt még nem bántanám, ráadásul itt most még újra shortos a történet. Ugye mindig arra beszélek, hogy kialakított egy újabb kis csúcsot, azt nem tudta átvinni, ilyenkor fogom és átviszem a trendvonalamat, mert itt még simán megtörténhet az,
amiről már nagyon sokszor beszéltem, két dolog, vagy megyünk lejjebb tovább, és esetleg újra benézünk a szintek alá, ha pedig nem, akkor abból a hold zónából a kitörés után tudunk majd újra felfelé gondolkozni, tehát újabb visszatesztet kell megvárni, hogy legyen jó belépünk. Ennyit a Bitcoin árfolyamáról, gyorsan ránézünk még az Ethereumra, hogy ott mi a helyzet, ott egy kicsit előrébb jár már az árfolyam, ott már az 1-2, most már harmadik hónap, amivel új hónapot nyitottunk, 3 hónappal ezelőtti mélypontot tesztelte meg, de még úgy néz ki, hogy egyre nem tud a szint felett maradni, lehet, hogy még jön egy kis trendvonal visszateszt, úgy itt is egy altrendvonal és egy főtrendvonal segít minket, és amikor újra a szintek fölé tudunk nézni, akkor lehet esetleg esélyünk arra, itt ugye majd akkor a trendvonalat át kell hozni ide, és az esés után, hogyha nem lefelé megyünk tovább, hanem esetleg újra elindul felfelé az árfolyam, akkor lesz szinttörés is, lesz trendvonaltörés is, és az egyértelmű jelzés lesz, és akár egy napos gyertyába be lehet lépni rövid távon, és akkor a célár a fő trendvonal lesz első körben, és akkor utána vissza lehet menni kicsit a múltba, és meg lehet nézni, hogy milyen lehetőségek várnak ránk. Itt is jól látható, hogy vannak korábbi hónapok szintjei, mélypontjai, és ezekre a szintekre várnám első körben. Ha most a például csak egy pillanatra ráhúznék ide egy Fibonacci-t érdekességképpen, hogy ezek a szintek mivel harmonizálnak, akkor egyértelműen látszanak, hogy itt vannak a szintjeink, itt van az 50-es Fibó és a 61-es Fibó, tehát ezeknek a szinteknek a környékére várnám első körben, ami megegyezik nagyjából a trendvonallal is, és az ebből való lefordulás után jöhet a nagyobb menet. Ha csak nem jövünk mélyebben lefelé, úgyhogy nagyjából így néz ki a kriptopiac is, én még egyelőre nem bántanám, szerintem szeptember előtt ez sem fog jobban beindulni, mint a devizák, úgyhogy türelmesen meg kell várni, hogy addig csinálja meg szépen a kis alakzatait. Hát egyelőre ezeket a lehetőséget látom a kripto és a forex piacán, meglátjuk, hogy a héten kívül hírek ezt mennyire befolyásolják majd, vagy mennyire alakítanak ki új lehetőségeket, úgyhogy türelmesen meg kell várni, és mindenképp érdemes a napos gyertyákra koncentrálni, a napközbeni csapkodások, amiben rengeteg hír jön ki, a délután folyamán ugye az amerikai piac nyitáskor rengeteg csapkodásba mehet át, és igazából nem lesznek konkrét irányok, és amíg nincsenek konkrét irányok, addig jó belépők sem lesznek, úgyhogy ezért érdemes inkább csak a napos gyertyára koncentrálni, és hogyha már megvannak a nyertya törések, a szintörések, akkor lehet esetleg a kisebb idősikon H4-en finomítani a belépőket. Most, hogy a mai videóban bekerült a havi csártok elemzése, és nem tudom, ez mennyire jelent plusz információt, vagy plusz segítséget, mindenképp örülnék egy visszajelzésnek ezzel kapcsolatban, hogy a jövőben is van-e esetleg igény arra, hogy így a hónap végén a havi csártokat is átnézzük, ami segítségünkre lehet abban, hogy esetleg meglátsuk időben a fordulásokat, a jó belépési lehetőségeket, vagy esetleg az elindulásokat a hosszabb távú folyamatoknak, úgyhogy mindenképp érdemes tényleg így a hó végén ezeket átnézni. Én minden hónapban ezt megteszem magamnak, úgyhogy köszönöm szépen a mai figyelmet, remélem tudtam ma is pár hasznos gondolattal szolgálni, és hogyha bármi kérdésed van a témával kapcsolatban, akkor keresd bátran akár itt kommentben, vagy a Facebook és az Instagram oldalamon. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, jó kereskedést a hétre mindenkinek, sziasztok!